Yeah. Here, let me break it down. Yeah, I'm gonna make it now. Give me some time and you'll see me up on stage somehow. I'm working every day. I'm working hella late. I'm working cause it's worth it. Once you make it, then you play. Y'all never slowing down. I'm gonna own this town. Live by the saying that your time is lost but never found. Let's go another round. Make them give up the crown. Nah, I ain't playing, man. I'll take it, so just give it now. Yeah, I'm gonna work hard, play hard. Yeah, I play my first card, ace hard. Yeah, they know I play smart, play hard. We don't have the same star, we don't have the same cards. Yeah, it's not the hand that you dealt. Nah, it's how you prove it to yourself. Nah, you don't need any wealth. Gotta live your life, work hard and excel. Yeah, don't be looking for their help. Look inside of yourself for the wealth. Keep your mind and your body in good health. And keep working for nobody but yourself. Yeah, you can make it one day. Don't be listening to what anybody say. They got the wrong state of mind, okay. Most of the time it won't help anything. Don't keep my head down. I ain't gonna stop now. Got no time to have doubts. I'm gonna make it somehow. I'm gonna keep my head down. I ain't gonna stop now. Got no time to have doubts. I'm gonna make it somehow. I'm gonna keep my head down. Till I make it, yeah. Yeah, I'll be okay. Oh, I'll be okay. I'm gonna fight, never giving up. Yeah, I'll be okay. Oh, I'll be okay. Cause I know just what I'm capable of. You can leave if that's not enough. I believe in never giving up. I don't need someone to help me. Yeah, I work harder than the rest, smarter than the best. Every day is a test, but I stay obsessed. Maintain progress, keep away from the stress, cause I want nothing less, yeah. I keep moving on, every single day is another gone. Every single day, write another song, so one day I play with the best is on. Okay, I know my path, not just an artist, I'm doing math. Not just charting, I have to add, cause I'm not just an art kid, I'm a brand. So I'm working hard, thinking smart, taking action with passion and using heart. Gaining traction, reactions are just a start. No distractions, attract them to your heart, yeah. I'm gonna make it somehow. I'm gonna keep my head down. I ain't gonna stop now. Until we're all right. Just like a bird, I
I would like to fly away, y'all. Off of this earth, I would fly with the halos. Don't know my worth, but I figured out how pain goes. Treat it as a curse or reverse it, okay, go. Back to a time when I didn't make choices. Back to a time when my parents were my voices. Back to a time when I used to take classes. Back to a time when I couldn't really pass shit. It happens. Try to figure out fate, yo. Yeah, I try to figure out hate, yo. Yeah, on the beach in San Diego. Yeah, feet in the sand and slate, yo. Moon up in the sky so high, so bright. The only thing at night that can really shed light. And I wish I didn't fight with my thoughts at night. I think that I'm alright, but it burns inside. Finally, and we can just fade away into each other's lies. And we can just fade away until we're all right. We can just fade away into each other. Szépséges, szép eset kívánok, szervusztok, üdvözlök titeket! Itt vagyunk egy újabb farmingos napon, és egy szúnyog röpköd itt. Itt vagyunk már farmon, nézzétek, mindenféle röpködő szírszarok itt vannak. Az a baj, hogy a macska úgy érzi, hogy mászófalnak kell használni a szúnyoghálót, mióta felraktam. Úgyhogy a szúnyogháló mondjuk úgy, hogy egy jó sajt elbújhatna mellette. Na mindegy, szóval itt picit tapkodni fogok. Szervusz, Jakabino, szia, killer, üdvözöllek titeket! Mai napon, szervusz Tony, mai napon farmozni fogunk, nem tudom, Tony jön-e velem farmozni, illetve más csatlakozik el hozzánk. Ugye múlt héten hétfőn elindult a Farming Simulatoros, kikapcsoljuk, az nem kell oda, Farming Simulator 22-es szerverünk, és a légy az itt fog röpködni, hülyét kapok. Ezért tartom azt a sok rohadt pókot, gyerekek, hogy egy légy hogy nyugodtan itt garázdálkodjon. Ne, mindegy. Szóval, azt mondja, Farming Simulator 22, bekapcs, megvan a képünk, szuper királyság. Nyinyi Zsüzsü? Na nézzük meg, hogy milyen helyzet a farmon. Az elmúlt egy hétben őszinte elszeg túl sokat nem voltam fönt, viszont úgy láttam, hogy valószínűleg Tony már fönt van. Na, hogy fölmentem DC-re is, már annak jobban tudom a hangját piszkálgatni, hogy ne a in-game voice menjen, de majd meglátjuk, hogy mit fogunk használni. És majd Tony elmondja, hogy mi a helyzet, mire jutottunk az elmúlt egy hétbe. Azt beszéltem már vele, hogy valószínűleg kell majd valamilyen gyorsítást alkalmazni. Szervusz, Tony! Hol laksz te, killer, hogy csak egy szúnyog? De te itt laksz közel. Na most visszahallom magamat. Na jó, visszahallom magamat. Nálad. Javítás, megvan. Na. Szuper. Közben megy a drága izé. Na, és ott nincsen szúnyog. Olyan jó neked, killer. Itt minket megesznek a szúnyogok. Tehát, hogy még pont tegnap este volt írtás. Na nézzük akkor, mit kell csinálni, meséljél nekem. Van-e valami munka? A trágyázógépet, befejeztem, most fejeztem be. De csinálj nyugodtan, én keresek, nézek valami munkát magamnak. Ó, van itt más munka. Hát gyomlálás. Hát de tudok én trágyázni is. Oké. Okay. Trágyázok 11 000-et. Saját földeinken nincsen munkánk? Nincs. Nincs, minden meg van csinálni. Mert nekimentem 38-asnak, mert én elfelejtettem, mert most a 41-es fejeztem be. És ízét élni. Ja, ez valaki másnak a földje. Közben hát figyelj, bérlek én gépet. Tessék? Bérlek én egy gépet, elmegyek egy munkára, nem gond. Figyelj, melyiket csinál? Ja, egy kettő is aktiválva van neked? Ja, értem. Igen, de egy harmadikat lehet, hármat lehet összesen. Hát akkor most nem leszek. Ja, hát majd figyelj, elkezdek egy omlálást. Oké. Okay. Gyomlálógép is van, csak ő... Hát a traktort majd kérek. Hát nem baj, majd... Hogy állunk pénzben amúgy? Szarul, de büszke, jó. Hát ez jó, mindegy, hát bérlek. Hát figyelj! Saját használat... Várjál, 3800 és akkor 2000-et bérlek. Hát az biztos, hogy nem. Az nem éri meg. Akkor figyelj, inkább vagy bérlek egy traktort,
és visszaadjuk, vagy nézek, akciós tracking nincs, nincs akciós traktor. Most nincs akció. Kár, kár. Ezért. Akciósra tegnap ezért vettem. Igen, voltam a főforgatót, amit szénelbe csinálja. Majd előbb-utóbb lesz olyan, én itt 60 valamennyi százalék, az is jós volt. Ha, nézem, hogy mennyi a... figyelek ezekre. Mennyi a bérlése egy traktornak, azt nézem. Na, meg 2000 ért azért drága, hogy 2000 ért béreljek egy trakit. Na nézzük, mi van, mit rágyázza. Csak ez a kétfajta munka van. Hát mindenképpen kell a két traki, hogyha ketten vagyunk már. Fönt, ugye, ilyenkor. Nézzek. Hagyjad. Nézzek valami olcsó traktort, azt maximum eladjuk. Max, hogy egy forrót, azt nyilván nem. John Deere. Nem az mozgat engem az. Valtra Valmet. Na, akkor valami erősebbet kéne, hogy a magozót könnyen tudja húzni. Azért. Az ilyen közepes között, hogy? Lehet, hogy csak bérelek egyet, aztán jó van. Egy kis traktor kibérelek. Félem, most egy kis traktor kibérelek a gyomlálásokra, és elkezdek gyomlálni, mint az őrült. Jó? Jó. Melyik a legolcsóbb traktor? Zetor. Egy Zetort fogok gyerekek bérelni, 42.500-ért. Ez egy szép érték. Van, az már az nagyon gyenge az a traktor. 75 lóerő. Egy Zetort, majd itt fogok csinálni egy Zetorból. Ez egy killer, bocsuk. Zetort azt most bérelek egy Zetort, jó? Mennyi a bérlési költség, az hol írja? Ott oldat. Ugyanott, csak két... teljes ár. Írja, ha jól emlék. Nem vásárlás, szóközben nem írja a bérlési árát. Mindjárt nézem. Pont nem látjátok. Levettem a kameraképet, de hol van itt a bérlési nem ára? Melyik Zetort nézed, mert két többféle. Major CL. 42.500 a teljes ára. Itt meg is vehetjük akár, de még egy traktor. Mondjuk ha már... Nem, akkor mondjuk ha már veszek még egy traktort, akkor olyan, mint homlokrakodó is rakható, akkor a Proxima HS Zetor. Azt megveszem, figyelj, mit szólsz hozzá. És akkor lesz egy homlokrakodósunk. Kérek rá egy homlokrakodót. A homlokrakodó... Van többféle? Ja, igen, hogy beleállít, látod egy beállítás, ne? Na, mi legyen rendszáma? Érj egy dupla V-t, hogy te vásároltad, de nekem K van írva, hogy én. Ja, teljesen nem mozgott. Rendszámtábla, egy, ó, várjál. Előső, hátulsó, van kettes. Ilyen kis Zetorból ízét akarok majd csinálni, mindjárt mondom, ennél permetező gépet, egy vékony kerékkel. Majd az lesz a tervem, de még nem jutottunk el, hogy kelleni fog. Még kelljen. Biztos, hogy egy előbb-utóbb kell, mert úgy tűnik a gerebje csak ritkítja a gyomot, az nem ritkítja el. Ja, értelek. De akkor nekem most gerebjezni elég itt. Na, akkor megeszem ezt a Zetort. 51-ért lett. Már megvettem. Megnézted, hogy mennyi erő kell a gerebjéhez, vagy mindent? Egy pillanat is nézve. El fogja bírni. Ne félj, el fogja bírni. Gyomláló. 150-50 lóerő. Megoldjuk. El fogja vinni. Max cserélünk. Hát a kocsit az biztos, hogy el tudja húzni. Na és akkor mondja, beállok egy munkát, azt megyek akkor gereblézni. A gerebje akkor csak ritkítja a gazt, és akkor a... Igen. Ha megnézed a térképet, mutatja is, hogy nagyon kevés gazt csinált belőle. De marad, ha... Lehet, hogy ilyen hosszú folyamat, én nem értem a játékhoz. Hát végén, én ugye nem játszottam sem annyit, csak amennyit veled múlt héten. Ott a gereble. Na. Ez a hátulja az eleje.
Na, perden álltam rá, hogy rosszul álltam, hogy... Ez a... Jaj, fordítva vagyok rajta. Mi van? Jaj, rossz oldal. Látjátok, gyerekek, miért jó hátulról kezdeni? Ha kezd előről. Hogy na, akkor nézzünk egy munkát. Gyomlálás 3000 ért, megbízás elfogadása, és ez a 30-as föld. Hol van az a 30-as föld? Amúgy neked hogy tetszik a játéknak az újja? Tehát a elrendezése. Megszokás, de maga a képe tetszik, meg lehet, hogy mozgat, hogy ilyen nincs több hónapot tesz le. Hát ez itt elején ilyen nehéznek tűnik, hogy... De most az elrendezésre gondoltam a játéknak a kezelőfelületére, mert számomra az Escape-nél, ami van menü, ugye az régen vízszintesen kellett váltogatni, most függőleges és nem fér ki, ugye, hanem folyamatosan görgetgetni kell, mert még több cucc bele oda került, és ez tök idegesítő. Én már kezdem megtanulni. Ez azt nem lehet megtanulni, csak hogy sokkal több kattintásra van szükség. Több információt, de sokkal több kattintásra van szükség. Apá, jaj! Mindikért. Nagy volt a fenekemnek a súlya. Semmi nem csináltam. Én nem csináltam semmit. Csak a Zetor úgy gondolta, hogy egyből dob egy hanyat. Be vagy kapcsolva a tévén. Airbus Fanny, szia. Hello Fanny. Leskedez, hogy mit csinálok, értem. Rosszalkodok. Csak a tévé az nyilván sokat készít. Hát persze. Nagyon kiderül, hogy elegendő-e a... Na, hogy volt ez? Egy gyomláló leeresztés a V. Ezek. Jó van, viszi ez. A kombináció azért tetszik, hogy mutatom, milyen kombináció van. Vannak jó újításai, meg egy csomó olyan dolog bele van rakva, ugye, amit mi is használtunk, például a keresés. Milyen helyzet, Fanni, hogy vagy? Visszarakom a kameraképet addig. Jól bírja? Látom, jól bírja. 11-12-vel el van. Sokat gyorsan van, úgy sem megy messze. Ilyenkor. Ha megvagyok, az minden a pozitív. Fanni, legyél pozitív, ami mindig azt mondom. Nem könnyű azt mondani. Én vagyok mindig ilyen csilles hangulatban. Azért jóval többet kell dolgozni itt a pénzért, azt nézem. Igen. De lehet, hát, hogy nem rossz. De én nézem, hogy azért a 30-as föld egy gerevjézés 3000-ért azért elég nagy. De a 36-os... A 30-as. A trágyezésért azért 11-ezer, igaz, a trágyet nekem kell vennem. Hát igen, ott a trágya azért drága. 2000 gond. 1100? Valamennyi. Tehát nehezebben látszik, hogy hol van már igazolva. Kell szokni az új... Ilyenkor lesem állandóan térképet. A térképen le lehet nyomni, hogy igen, hogy elején egy zavart, hogy nem látom, hogy tudod így... A metrét, akkor így is ki lehet nyomni a színeket, hogy mit mutasson. Azt vettem észre, és így sokszor lesz azt mivel váltom? Azt mivel váltom? Azt mivel váltom? A térképet? Aha. Az Exitnél szoktam megnézni. Ja, de nem úgy, de a kis térképen nem lehet kirakni a színeket? Nem, sajnos. Itt az jó lenne. Azt mondom, hogy modban meg lehet oldani. Még itt éppen ezerrel toljuk Tonyval a mezőgazdaságot, kis csilles dolgokba, keressük a pénzt.
eldugták ebbe a nagy földre valahova egy kis pénzt, az azt keresem, az egy erevivel megyek rajta. Igen. Szervusz, Manó, üdvözöllek. Ha látunk egy szivárványt, akkor a lábához kell menni. Hát de mindig a rossz lábához megyek, az a baj. Ja. Manó, nincs kell csatlakozni egy kis farmozáshoz? Nincs több traktorunk. Mondjad, azt hitted? Hát... lehet, hogy kicsit rosszul hangzik, de azt hittem, hogy Manó segítséget kér szivárványhoz. Nem. Kis csilles kaki. Már a szivárványok az kobold. Az kobold, igen. Já, értem. Hát akkor jó munkát néked. De holnap találkozunk. Be van írva, hogy rakjak el neked valamit, amit oda kell adnom. Meg van itt még egy zsíris, lovas zsíris kulcstartó is. Még nem felejtetted, majd holnapra elfelejted? Amúgy rájöttem, hogy mi a helyzet az idében. Igen, mondom, a gyapotszedőben. Kettőféle gyapotszedő van. Aha. Van egy drágábbik, amelyik csak körben lehet csinálni, az nem lehet kinyomni. Uh-huh. Van a kocka, amit szerintem ott ki lehet nyomni, mert a 19-ben ki lehetett. Tehát a drágábbik félét ad kölcsön, akkor azt nem az biztos, hogy el kell vállalni. Mert úgy gondolom, hogy múltkor, hogy 90. Ja, én gyapotot azt nem is foglalkozok gyapottal. Uh-huh. Egyszer bevállaltam a gyapotot, soha többet azt mondtam, hogy nem. Majdnem ugyanaz a kategória, mint a burgonya nálam. Az a különbség, hogy egy burgonya legalább nagyon jól fizet. Tehát, hogy... sokat eddigtebb. Hát azért fizet sokat, mert alapból jól fizet érte, viszont nagyon sokat el tudsz adni. Ha jól szedi az ember, akkor nagyon sokat el lehet adni belőle. Kérsz 2 kiló frissen termesztett szalonnát? Hát ott laksz a piacnál, lemész, mondod, hogy 2 kiló friss szalonnát kérsz. Hát. Nálunk ott az ízék vannak, anyámiknak. Entes a csörös az ízét. Irárcsal is valaki állod a ziszlótvágy. Tenemelyes, az finom szokott menni. Jó is az jó hentesnél. Nem friss, azt mondod, killer. Nem tudom, arra a piacra nagyon régóta nem járok. De itt viszont már tényleg melósabb ez a farm. A 19-es sokkal kevésbé volt melós. Sokkal könnyebben lehetett pénzt termelni. Azt nézem. Majd a gyártás folyamatra leszek már, hogy... Ha? Egyik ez nem is baj, mert az már szerintem túl könnyű volt. Tehát olyan szem volt a könnyű volt, hogy tényleg nem adta vissza a gazdaságnak a nehézségeit. Itt a raklapozás leszek kíváncsi. Bár van elvileg ilyen AI raklapozás. Majd meglátom, hogy jön. Elvileg van egy kamion, után fotó az egyebeknél, amelyik a raklapokat szállít, az, hogy működik, hogy behúzza a raklapot. Majd meglátom. Ahhoz odaig el kell jutni. Ja. Hát a 19-ben csak ezért tudtam. Ezért erre a raklapot. Látod így. Biztos, hogy jó amúgy killer a friss szalonna? Most egy hülye kérdés, így belegondolva. Szalonnák jó tesz, hogy friss? Tehát most azt mondod, hogy romlott vagy nem romlott, de hogy nem jobb a szalonnának egy kicsit már érettebb. Így belegondolva. De vágják a disznót, egyben ott a szalonna, az nem biztos, hogy jó. Közben érde, hogy... Igen? Közben elérd, hogy tartatok 30%-nál, aztán eljöttem, hogy te vagy. Én nem vagyok, 65-nél vagy te.
Nem, az én vagyok. A te 65-nél, azt mondom. Ja, igen. Vagy 65-nél, tudom. Bacon magot? Hát, még nincs olyan gépünk hozzá. Bacon magvetőnk még nincsen. De van bacon magvető, csak egy kukoricát meg ízét, refsze meg hasonlókat, és aztán tovább kell bonyolítani majd a malacokkal. Majd malacoknál fogjuk elvetni. Processzor magad nem fogod, túl sok gond van vele. Nézzek, most épp az AMD-be találtak biztonsági részt, ezekkel a processzor magokkal csak a probléma van. Kell a búbálatnak az. Mindig melegszik. Pont ma hallgattam, bementem én hülye egy Twitch csatornára, nem akarom mondani, hogy miről van szó, hogy melyik csatorna, nem akarok senkire rosszat mondani, de ez a, mert a szar a Windows. Ezeket nem szar a Windows. Az, hogy mindenki azt mondja, hogy szar a Windows, az inkább megszokás. Ez ugyanaz, mint a lassú az Internet Explorer, nem lassú az Internet Explorer, csak 20 éve az volt. Meleszik az AMD, ez se igaz már 20 éve, vagy 15. Nem, van műbalhé, de mindegy proci melegszik. Hát bakker, miért van akkor a hűtő ventilátor rajta a proci? Mindegy melegszik. Azt mondja, hogy jobban melegszik, mint ahogy azt tervezték, az egy más történet. Azt elbarmolták, hát most előfordul. Az olyan, mint az SHP-t állandóan szígyek, hisz egész világot csinálja. Ez egy gazdasági alapmotorhoz. Hát igen. SAP, nem az SAP alaprendszerre van a baj, hanem az SAP egy keretrendszert ad, és minden céghez egyedileg a ő hozzá szükséges SAP dolgokat alakítják ki. De hogyha, ugye azért van mindenhol, hogy SAP és emberke. De maga az SAP alaprendszer, nem mondom, hogy jó, de azt sem mondom, hogy szar. Tehát, hogy ha rosszul van konfigurálva, akkor biztos, hogy szar lesz. Most ott van az MVM. MVM-nek SAP alapú rendszere volt, nem tudom, mostani az új rendszer az SAP alapú lesz-e vagy sem, erről nincs információm. Ellenben vicc kategória volt, hogy fel volt konfigurálva. Nem az SAP miatt volt szar. Azért volt szar, mert ez a MVM-nél olyan szuper jó munkatársak és informatikusok vannak, hogy fogom a fejem. Hát most ennyi erő, akkor mindegyik szar, hogyha úgy nézzük. Killer, de miért, ahogy meséled el, Killer, mitől lenne szerinted a Windows jó? Ez egy ilyen érdekes kérdés, tehát aki azt mondja, a Windows egy szar, egy kérdést fölteszek neki. Mitől lesz jó? Mit kéne változtatni a Microsoftnak azon, hogy jó legyen? Ez egy érdekes kérdés, mert könnyű azt mondani valamire, hogy szar, de ha nem tudjuk, hogy mitől szar, ugye tudjátok, az a régi vicc, hogy írtak a Firefox supportnak, hogy lefagyott ez a szar, erre a support válaszolt, hogy oké, de hol fagyott le. Szóval azért mondom, kíváncsi lennék. Szerinted mitől lenne jobb a Windows? Vagy mit kéne tennie a Microsoftnak azért, hogy jó legyen a Microsoft Windows? Nagyon sok olyan dolgot csinált meg, ami nem az ő dolguk volt, és megcsinálták. Ami tök jó volt, bár tény az is, hogy jó pár dolgot visszavontak gazdasági okokból, aminek nem örülök például. Én pont a mai napon kaptam lehetőséget az OTRS-nek egy fizetős verziójának a használatára, tesztelési jelleggel. Ez egy ilyen ticketing rendszer, és az is csak egy váz az egészhez. Szinte bármit bele lehet építeni, és nagyon elrontott rendszert lehet belőle építeni, és nagyon jó rendszert lehet belőle építeni, ha ért hoz az ember. Most így elkezdtem a térképen, hogy jól van a közelebb, és így melyiket vállaljam el, hogy egy másikát tudjak menni, mert ez tényleg gyorsan lehúzza a trágya.
De Killer, most belegondolunk, mennyi rendszerben van olyan hiba, hogy előjön és később kerül javításra, mert főleg azért ne felejtsük el már, hogy hány típusú, hány fajta számítógép, hányféle rendszerben van használva, azért nem olyan egyszerű azt így összeratni, hogy mindenhol mindig 100%-osan működjön. De az, hogy éppen most nálam mentek az ikonok, valószínűleg javítani fogják, de az is lehet, hogy nem is a Windowsnak a hibája. De az is lehet, csak egy regisztri elmászott, regisztri bejegyzés. Nem csak, hogy tényleg, egy őszintén, mitől lenne, mit kell csinálni a Microsoftnak a Windows-ával ahhoz, hogy azt mondta, hogy egy tökéletes operációs rendszer. Tudom, ne legyen erőforrás igénye, minden fusson rajta pöcröf, és minden, tehát hogy tudom, de ezek ilyen álom dolgok, az informatika nem így működik. Ezt szerintem te is tudod. Hát nyugodtan te is, Tony, mondjad, hogyha neked gondolod van Windows-a, szerinted mitől lenne jobb? Hát én csak be tudom kapcsolni a gépet, nem értek hozzá a számítógépet. De milyen gondok? Még mindig az érdekel, Killer. Hát, hogy de nem jó. De mitől nem jó? Tehát, hogy ha nem tudjuk megfogalmazni a problémánkat, hogy mitől rossz egy operációs rendszer, akkor milyen alapon mondjuk rá, hogy rossz? Ilyen fura dolog számomra. Igen, mit értesz HDR kezelés alatt, hogy rosszul van megírva a HDR kezelés? Vagy mire gondolsz? Az megint csak nem a Windows hibája. Ha a laptopod azt mondja, hogy van benne HDR, és bekambúzza, nekem is van ilyen, videokártyának, vagy a monitor drivert kellett felraknom, és működött. Most, ha a monitor nem mondja el, hogy ő mit tud, és nincsen normálisan driverelve, akkor az megint csak nem a Windows hibája. Nekem is volt például ez a monitor, amikor HDR-re bekapcsol, én nagy fasz kapok tőle, várjunk a kifejezésért, azonnal sikítva kapcsolom ki. Mert nem. De azért mondom, azt nézd meg a driverezését. Írja a gyártónak, írja Microsoftnak, nagy esélye meg fogják tudni oldani. A Linuxon tökéletes, mert ő szarik rá arra, hogy mit mond a hardware neki. Windows is el lehet érni. Sorol jövök. Sokkal rosszabbul látni a gazokat amúgy. Nem annyira szembetűnő a gazoknak a mennyiség, hogy hol vagyok. Egyedítő, hát igen, meg nem pusztítja el teljesen. Egyedítő, amikor mondjuk gyalog rámész, akkor egyedítő, ahogy voltál azt megírja, hogy ilyen erősen rajta van, de amelyiken már átmentél, akkor ott csak ilyen részlegesen írja. Killer, nekem ez sose volt gondom, én leszedek egy, amúgy alapból én egy N-verziós Windows-t használok, amiben nincsenek előre telepített programok. Szolgáltatás szinten szoktam amúgy is kikapcsolni, nem programokat uninstallálgatni, de nekem nem jött még vissza egyszer se semmi. Update-et pedig futtatok. Az úgy gyűlik vissza a pénz, látom. Nem én termelem a pénzt, de... Nem megvett. Mire gondolsz, melyikre gondolsz, hogy írja belőle, hogy csinálj belőle oktató videót? Az N-verziós Windowsról? A 48-as tegnap felgyeztem. Minden Windows verzióból létezik egy N-es verzió, ami ilyen butított verzió, tehát hogy nincsenek benne előre tervezett programok. Azért szeretem a N-es verziót, mert minden hülyeség ki van kapcsolva.
32-es, aztán megyek a túlsó partra. Oké. Okay. Én még itt elleszek a 30-as, aztán megyek a következő gerebjézésre. Na, nekem sose jöttek vissza, tehát ez nem tudom nektek miért jön vissza. Milyen Windows verziód van? Home? Prof? Micsoda, hogy utólag föl lehet tenni? Mi? Most lemaradtam. Az NS verzióra bármit ugyan telepítesz, az csak annyi, hogy nincsen előtelepített rendszerben, egy csomó hülyeség ki van kapcsolva. Azért szerettem, mert az Xbox-nak a, hogy hívják, hát azt szinte esélytelen kikapcsolni, szolgáltatás szinten kell szintén kikapcsolni, és nem hogy hívják, uninstallálva, de... Érdekes, hogy ültetési időszak van, és én nem adott ültetési munkát. Lehet, hogy hát holnap. Már nincsenek leszületelve. Ha minden földön van, akkor hova ültetsz? Érdek. Hát van, amelyik üres. Ja, az üres? Majd ott, ha akar. Lehet, biztos nem akar ültetni. Vagy lehet, hogy reggel. Hát van, amikor vetti le a munkát is. Mert... Szóval... mondom, a Xbox-nak a cucca az engem is tud idegesíteni, de nekem nem idegesíteni, mert kikapcsoltam. Tehát el se induljon és hagyjon békén. És akkor nincsen gond. De onnan mindent utólag föl lehet erre is telepíteni. Az LTS, vagy nem tudom, hogy hívják a hosszú támogatási időseket. Na őszintén, azzal viszont meggyűlt a bajom. Ott nagyon sok mindent nem bírtam normálisan telepíteni. Tehát amikor már komolyabb gaming cuccokat akartam rápakolni, ott nem akart menni. Ugye az a hosszú támogatású Windows 10, amit 5 évig még támogatnak. Tehát nem jövőre fog lejárni, hanem 4 évvel később. Ami nagyon jó lenne, de... Na, mondjuk nekem a Microsoftnak ez a egyik probléma most, ez a Windows 11. Olyan mennyiségű elektronikus hulladékot fogunk termelni ezáltal, hogy gépeket le kell cserélnünk, hogy hagyjuk. Tehát ott van például egy ügyfelem, 6. meg 4. generációs Windows, vagy i5, i7-es gépeik vannak. Mindegyiken Windows 10 fut, tökéletesen elfutnak, amire használják Word, Excel és minimális böngészés. De tényleg munkahelyi gépek. Windows 10 nem, vagy 11 nem fog rajtuk menni, de jövőre megszűnik a támogatása a Windows 10-nek. Váj. Tehát, hogy én értem, hogy ő nem akar erre fejleszteni, de csak annál a cégnél 6 számítógépet kell kidobnunk. Miközben tökéletesen működnek. És nem a ügyfélnek a költsége vagy, hanem veszélyes hulladékot termelünk és dobunk ki. Engem ez például jobban tud zavarni, és az, ugye itt jön az, hogy minden Microsoftos Windowsos rendszerre készül, ugye amiket használnak még esetleg plusz programokat, könyvelőprogram, ilyesmi, azok mind Windows alapon futnak, nem fognak elfutni Linux-at, nem tudunk áttérni Linux-ra sem. Pedig a gép teljesítménye, bocsánat, de elegendőnek kell lennie. Tehát ez például egy kicsit zavar, hogy veszélyes hulladékot generál a Microsoft ezáltal. Mert tényleg azoknak a gépeknek bajuk nincsen. A Windows, a Microsoft ad ki hozzáfrissítést, 3 éven keresztül még vehetsz hozzáfrissítéseket. Azt mondom, az első évben nem tudom, $20, utána 50, meg $100 per gép. Tehát, hogy azért sok. És utána már nem. Tehát, hogy egy darabig fogja még frissítgetni, de nem tudom. Furcsa megoldás. Át lehet kapcsolni a traktort manuális váltóra is amúgy? Nem vagyok tartottam. Automatát szoktam, ilyen tempomatot szoktam néha szórakozni, csak nem mindig nyomódik be. Így nyomol a térképet, hogy belennédek a térképet, és aztán így visszatérek, és idegeskedek, hogy egy helyben áll.
De onnan Microsoft is fog kiadni, de ugye most egy külső címnek a frissítése az nem lesz olyan, mint a Microsoft sajátja, az zárt rendszerrel beszélgetünk. Négy napot, polgár! Mi a bánata kérem? Bánatom? Végnapot néked is, Jani, aj, bocsánat, na, Jani, nem jönnek a szavak a számra. Szóval, mondom, itt most frissítés, mondom, ez az egy, a Windows 11-nek a bevezetése, ez egy kicsit, Jani, így van, Jani, ez egy most, amit fel tudok strófolni rájuk, hogy a nénikéjüket, mert most nincs olyan nagy ugrás, mint a Windows 7-nél volt, hogy annyira kéne a frissítés. Ugye aztán Windows 7-tel jött be az UEFI kezelés, ami az XP-ig nem volt benne, és ott az szükséges volt. Ott azt meg el tudom fogadni. Melyik üzenetben? Melyik üzenetről van szó? Lemaradtam. Én hozzám el se jött az üzenet. Igen, hogy nagyon nem tudok egyetérteni ezekkel a látásokkal, amit például az okos tévéknél is volt, hogy igen, mondom. Okos tévéknek amúgy, amúgy is az okos tévéket, azokat el van barmolva, tehát hogy... hogy az HBO Max, meg a HBO Max, már a Max izét ért, Csóvó tévéről lekerült, mert már annyira nem túl modernnek, de néhány éve lett megvásorva. Itt nem is olcsó, mert nagy tévé. Hát azért, igen. Igen, ehhez képest hogy a Microsoftot lehet szidni, de az elég hosszú támogatásokat ad. Csak mondom, most az a gondom, hogy azáltal, hogy így a okos tévé... Erre nagyon akarnánk ki, meg lehet oldani, mert veszünk egy boxot ilyen. Jó, de azért van okos tévét, hogy vegyél hozzá egy okosítót. Tehát, hogy ennyire vettél volna egy okosítót, tehát, hogy figyelj, ilyenkor úgy hallasz? Hallasz, jó. Igen, csak ilyenkor... ilyenkor most hallasz engem? Most hallok. Jó, csak már a térképen voltam, és előbb, mint a kimaradt volna, amikor a térképet néztem. Szóval, ez azért veszed okos tévét, hogy egy kütyűvel felokosítsd. Ez ilyen okos dolog. Inkább ezek akkor egy buta tévét, és 10 000-ért felokosítom. És bármikor lecserélem 10 000-ért egy még okosabb kütyűre, hogyha kell. Most például leszedi a gyom volt a gép. Vagy a munkánál azt mutatja. Elég jól szedi. Igen, hogy teljesen leszedi. Hát, ha nézed a térképet, itt hát, hogy a csík kimaradt. Hát lehet, hogy... Nem tudom. Lehet, mert csík kimarad, de... Lehet, vagy terménytől. Hogy mit szedsz. De... Tehát milyen növény van? Már nem lehet remenni a járműbe, de előtte teszteltem le véletlenül. Elején. Nem figyeltem, 41-es is bukka volt, és nem figyeltem. Igen. Figyelj, mi is, nekem egy feltételem volt, amikor tévét vettük párommal, legyen egy Full HD felbontása, és legyen rajta HDMI legalább 2 vége. Ja, meg USB legalább, hogy a pendrive-ot rá tudjak dugni. Ennyi volt összvisz. Tökéletesen megfelel. Hol a 8-as? Bevegyek a jobb területre, aztán a bal terület. Mi van a laptop? Az SSD RAM-mal lesz, most lemaradtam. Hát megint felmet a hang. Ez hát a térképnél megy el a hang, amikor kimegyek a térképre. Ja. Itt az idében vagyunk, a DC-be. A DC-be is vagyunk? Igen. Itt a fönti főt? Ja, várjál! Menjünk eltölti, azt jobban tudod irányítani. Ja, nekem megy a játék. De akkor azon nem kéne elmennie. Hangnak.
okos monitor TV, Samsung? Nem tudom, mit értesz okos monitor TV alatt? Hát a új laptopot sose vásároltam, úgyhogy... De, egyszer vettem még új laptopot, bocsánat, egyetlen egyszer volt új laptopom. Mindig használt laptopot vásároltam. Nekem meg sose volt laptopom, és útkor az oktatásnál egész probléma nem volt vele. Hogy kell kezelni, mi? Igen. Hát ugye teljesen más, hogy így segít, főleg, hogy nem kaptam hozzá egeret. Hát így jóban talán használtam úgy laptopot, nem keveset, hogy kaptam hozzá egéret, de hát még egér nélkül. Hát az egy kis szemétség. És úgy voltam az oktatáson. Montor, kinézett viselkedés kikapcsol, ha a gép is, de valahoz a távintó, meg coax csatlakozó. Ez a hibrid, az a TV, de az miért okos? Ez egy sima, hogy hívják, TV monitor, ez már elég régi. Hogy mitől lesz okos akkor? Meg egy két csík. Ja, hogy még van egy rendszer is rajta. Az azért nagyon szuper jó, hogy fut egy rendszer, mert majd nem fejlesztik, vagy azt mondják, hogy új rendszert csinálnak, akkor dobhatod ki egy idő után. Smart monitor, az. Nem tudom, mondjuk én őszintén nem nézek tévét, tehát nekem minek kell akkor TV plusz monitor. Tehát, hogy én úgy nem nézek tévét olyan szempontból, hogy klasszik TV-tévét. Hát én hagyományos tévét én is csak a reggeli ébresztőnek van az Euronews. Hát de főleg a... Csak telefon. De tényleg, tehát hogy begondolsztani, mindenki már hogy hívjákat használ. Streaming szolgáltatás, oké, a Samsung-val tudja, de... Hát igen, csak a... Ilyen bintusra megyek az ébresztés lesz, hogy bekapcsol a tévé, meg a telefon is ébreszt. De körülbelül csak annyit adnának a hagyományos tévét. Hát nálunk a tévé annyit megy, hogy gyerek megnézi a Mancsőriátot este a két részt, azt ennyi. Ennyire megy a tévé nálunk. De elcsinált olyan monitort, amit nem volt hangszóró. Én is értem a monitor hangszóró kombinációt annyira mindig, tehát nem mindig látom annyira jelentőségét. Annyira rengetegen nem néznek már tévét. A klasszik tévét már arányaiban nem olyan sokan nézik, az idősek nézik, de nekik nem lesz okos monitorjuk. Tehát, hogy nincs a számítógépük általában. Vagy nem szükséges nekik drága okos monitor. Annyira nem látom ennek a piacát. Én aki... Nincs mit nézem a tévét, egy sorozatot szeretek nézni, hát megnézem a streamingen. Killer, de az idősek nézik még mindig. 50 pluszosok. Olimpiát nem néztem, ha néztem... Az a 8 néző, Killer? Az a 8 néző? Üdvözöljük az M1 nézőit, mind a 8-at. Idéztem, őt valaki félreérti. Szóval... De... Hát M1-et nem csak 8-an nézünk, mert állítólag kórházakban is azt kapcsolják be, meg vannak olyan kollégáim, hát itt élő ügyeletben, így szoktam kapcsolni, vagy itt, hogy M1-et, vagy Hír TV-t. Nem, ez az Európai Uniós választásokon, amikor a kétfor kutyapártól a Brutti bement az M1-nek a, hogy hívják erre, vitaműsorára, és ő mondta, hogy és üdvözölném az M1 nézőit is, mind a 8-at. Ja. Azt ő mondta, nagyon nagy, ezt idéztem. Az nagyon jó volt. Az ember... Az semmilyen értelemben nem lehetett utána, mert nem lehetett válaszolni meg semmit, csak
Mindenki elmondta a véleményet. Igen. 40 szeretveti válasz volt egy perc, az meg milyen vita. A partidánokban volt némi vita, hát a két parkusok hagytok maguknak 6 percet. Nekem a partizánnak a vitája az a főpolgármesteri választásos tetszett. Az vita volt, gyerekek. Én nem vagyok hozzászokva, hogy a magyar politikában egy vitában vitatkoznak. És vitatkoztak. Karácsony meg a hogy hívják, Vitézi konkrétan egy nagyon jó politikai vitát letolt. Tehát le a kalappa mind a kettő előtt. Én amióta így a politikát így látom, hogy létezik, nem hallottam még egy ilyen jó vitát, hogy le a kalappa előttük. Hát itt ilyen itt szokták példaként mondani, hogy hát a Amerikában hát ha jól rémlik az első Trump és Biden, a 2020-as, tehát egymás anyázáson ment. Jó, Amerikában más a vita jelleg, azt ne felejtsük el. Hát Amerikában van erre megszokás. Befejezve? Ó, hát akkor, ha befejezve, miért csinálom tovább? Összegyűjt. Tököm sem fogja tovább gyomlálni. Szerbusz felfelé, szép estét. Na megyek akkor 48-asra. Amit tegnap tárgyáztam. Jó van. Gyomlálás 48-as. Az melyik? Milyen helyzet, Fefe? Hát most én sem látom, hogy hol. Délen. Délkelet. Én már látom. Nem a térképet. Vagy hol no, délkelet. Hát nem látom. Ja, hogy a rágyázást nem látod rajta? Igen. Minden oké, okay, ez a lényeg. De mindent. Térképen leszem. Lesz víz a konyhában? Na hát. Alakul. Itt egyszerűsítettem a játékot, mert kiderült, hogy van tévesztem volt is. 7-800 ezer néző, hát az tényleg kevés, hát ez kevesebb, mint 10% a magyar lakosságnak. Úgyhogy belegondolunk, hogy már a fiatalok is azért elég korán úgymond kezdenek tévézni. Ez tényleg nagyon kevés. Szervusz Kondor, egyelőre még ismerkedünk a játékkal, mert még nem annyira ismerjük. Jaj, nem lehet átmenni. Még nem tudjuk, hogy mi lesz a fő profil. Állami pénzből, miből, killer, miből? Úgyhogy most már van összvisz pár földünk, és így el vagyunk, és próbálom pénzt termelni meg. Azt, hogy milyen irányba fogunk elmenni, azt nem tudom. Tények TV2 820.135, Tények plusz TV2 749. Hát szerinted miért van annyi reklám amúgy? Micsoda? Csináljuk a fesztivál, Duna TV 520 ezer. Hát ezek tényleg nem nagy, apa. Nem nagy nézőszámok. És ezek a legnagyobb kereskedelmi csatornák, tehát. Drágán adják a reklámot, nem tudom, miből élnek el. Amúgy náluk is vannak mindenféle támogatásokat, behúznak, meg az egyéb, meg... Nem tudom. De amúgy belegondoltak, nem nagyon vásárolnak már semmit? Ezért. Idében van sok pénz, ott biztos, hogy sokan nézik a sportokat, eseményeket. Hát de pont a TV2 RTL a sportot nem ad le. Hát az RTL most fog meg ezért így, most 4G-i, vagy hogy hívják. 4G-i. Itt csináltak az RTL csoporttal, mert valahogyan el tudták hakkolni a TV-től a... Azt tudod, hogy 4G az mi? Tudom. Na, hát a magyarul akkor nem elhoppolták, hanem akkor RTL-nek akkor valamit benyújtunk, hogy akkor ott is legyen egy kis közünk hozzájuk. Mint 12 egy tucat gyerekek, mindegyik ugyanazt csinálja. Vagyis valószínűleg az élet együttműködés most hirtelen menti. Itt ilyen streaming szolgáltatóját tudják adni, és
De hogy mi történik az RTL streaming szolgáltatóját szintén nem nézem. Nem érint. Kondor, mire gondolsz sima kezdő módra? Tehát nem a, ugye ez most egy dedikált szerveren vagyunk, többen játszunk, viszont ugye ott nincs is a sima kezdő mód, ahol megtanítja a játékot, hanem te ilyen szabad farm, kaptunk pénzt, aztán csináljad. Dedikált szerveren nincsen lehető, majdnem elvitte vonat. Dedikált szerveren nincsen lehetőség ilyenre. De jó, és van sorompó. Hát ez a közepes mód. Egyszer belenéztem a kezdő módban, az arra szól, hogy ebbe rakták bele az oktatást. 32. nézettség, Tények TV 2, 633 ezer, vízlabda, olimpia, elődöntő, 576 ezer ember. Mondjuk azért kíváncsiak, hogy ezt a statisztikát mi alapján rakják össze. Mert például ott voltunk a káoszban, egyre a belefizetés és 20 ember nézte. Tehát, hogy mi alapján számolják ezt ki? Amúgy én nézdenes vagyok. Mi? Amúgy én nézdenes vagyok, hogy mondtak, hogy raknom kell, vagy rakunk. Mondom, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy téged, én vagyok a 20. nézőt, akkor legyen. Legyen, akkor nézzék, hogy nem tudom, hogy működik, hogy ilyen eszköz van a tévé felett. Nem, csak itt tényleg ez a mi alapján számolják ennyire pontosan ki, hogy 633.546 ember nézte meg a Tények TV2-t. Miből tudják ezt így megmondani? Ezt nekem valaki elmeséli? Meg volna tudják, hogy éppen lapozott. Meg most az elejétől a végéig, vagy csak benézett? Tehát most akkor nézzünk például a streaming statisztikát, tudok nektek mondani. Látom a stream végén, hogy hány nézőm volt maximum, hány nézőm volt átlagba, hány néző nézett be. De most ezek nem azt jelenti, hogy mindenki végignézte az elejétől a végéig. Jó, de a becslésre... De most bocsánat, egy telefonbecslésre ne haragudj, vagy egy ilyen becslési dologra ne ilyen számot adjunk már le. Tehát akkor írjuk be, hogy 560, vagy 530, vagy 633 ezer, nem 633 ezer, 546. Ne legyen ennyire tényszerű adat már, hogyha becsüljük. Az ilyen furcsa számomra. De a dombon egy kicsit megszenved a traktor. Meg hogy most nem látom, hogy hol trágyadok, mert be van ültetve. Nem szom a térképet, nagyon sokat kihagytam. Nem majd befoltozom, ha kell. Az a szerencsé, hogy szerintem ilyen 95%. Amit itt 100%, az 95%-a. Ja. Körülbelül. Nem az itt megy át. Ez is bizonyos családok, és nem mindegy, én nem tudom, tehát hogy én például nem nézek tévét, tehát hogy... De akkor például ott van apám egy ilyen idősek otthonában, egy tévé van középen, akkor ők hány főnek számítanak? Tehát, hogy éppen ki botorkálta a kis öreg, vagy nem botorkált ki, akkor 20 vagy 19 ember? Vagy ilyen nagyon furcsa dolgok. Vagy csak ment a tévé... Hát, mert nincs más például, igen. Meg itt egy orvosi városban elvegy. Na, nézőszámok alakulatosnak megfigyelésére a felmérésben részt vevő házhatásban a televízióhoz csatlakoztatott mérőműszereket telepítenek. Ez a mérőműrendszeret a házhatás tagjai külön-külön, a kell, ugye,
jelentkezniük a televíziós megkezdésekor, majd pedig amikor befejezik a televíziókat, ki kell jelentkezniük. Hát én nálam hármas kell megnyomnom. Ott van, egy... van, ott van egy kis ilyen szósz és ilyen... Te is megfigyelt vagy? Aha, ott vagy, nézenes vagyok. Hm? Na hát akkor itt van Tony, ő is. Benne résztvevője ennek a statisztikának. De én mitől számítok sok embernek, vagy akkor így is... Hogyha előtt, akkor néznek téged... És mit kapsz azon... Na! Na, akkor kérdés, itt kérdezik, hogy mit kapsz érte? Kupont kapnak a nyelmek. Kupont? Milyen kupont? Pontosan nem tudom. Majd megkérdezem, és tudom. Na, kuponért lehet statisztikában részt vennetek, gyerekek. De akkor hogy van ez a számítás, hogy... Hát akkor... Nézzek egy Twitch-elest, aki nézik 20-on. És akkor eldöntik, hogy nézték 7000-en? Hát igazán felszorozzák nagy számok törvény alapján, de... Nem tudom. És csak, hogy ez a statisztika is egy ilyen érdekes dolog, hogy van ez súlyozva, mert ugye teljesen más például Budapesten a tévénézési szokás, mint például vidéken. De volt egy telefonbeszélgetés is, hogy milyen szokásom van. Öt súlyozni, hogy hagyományos. TVT csak reggel szokott venni. Egyetlen egy csatornát néztem csak reggel, az is az emet ébreszt. És én aztán háttérzaj. Ha. Igen, Fefebe igazad van, a statisztika azt mutatja, amit akarnak, hogy mutasson. Churchill mondta azt, hogy csak annak a statisztikának hiszek, amit én hamisítottam, azt hiszem, ugye? Hogy melyik mondta ezt? Valamelyik amerikai. Vagy angol. Nagyon sok mondat csak kitalálták. Tudom, de akkor is az ő nevéhez kötjük. Állítólag az Einstein sem mondott ilyet, hogy harmadik, nem tudom mivel, de... Hogyhogy első világháborút, hogy hívják, másodikat atommal, a harmadikat nem tudom, mi a negyediket botokkal. Igen. Az is valószínűleg nem volt ilyen mondat Einsteintől. Jó, hát kell valami. De tök mindegy. Jó, hát a Coelho idézetek után bármit szabad, ugye? Tudjuk jól. Amúgy is tele van ilyen hülyeségekkel. Én nekem múltkor kedvencem volt egy fotó volt, a első képen egy ház volt fehérre festve, a második képen ugye ez a ház volt befestve, ilyen mindenféle dizájnos, hogyha egy zongora, lehetok ezt. Lehetok, az gyorsan valahol itt meg is van még szerintem. Igen. Ezt kirakom nektek, várjatok. Azt mondja, hogy hol van gigabyte. Na, tessék. Itt van ez a kép. Ezt mindenkinek mutatom. Ugye, az van odaírva, hogy az élet az, amit kihozol belőle. Nem tudom, hogy ki látja a hibát a képen. Szervusztok, csúszka nézők! Na gyertek, kíváncsi vagyok, közületek kiveszi észre, hogy mi a hiba a képen. Szervusztok, üdvözöllek titeket, nem meg se kérdem, mit néztetek, mert tudom. Szervusz, Sir Bunny, csúszka réd, üdvözöllek, csúszka réd, titeket. Így működik a televíziós nézettségmérés. Na, valaki felfedez, mi a probléma a képpel? Ugye itt arról van szó, hogy kinek az idézete, és hogy volt-e idézete valakinek, és ugye Coelho idézetek meg ilyesmi. Szervusz, Csuszka, nagyon szépen köszönöm a rédet. Épp egy találatos kérdés van, hogy mi a hiba van a képen. Amit így belinkeltem, ezt amúgy egy influencer hölgy pakolta ki a saját oldalára ilyen napi, hogy hívják, legyünk boldogak, meg tegyünk mindent az életébe, hogy jobbak legyünk típusú bejegyzése mellé. Én egy kicsit elrögtem magam, amikor megláttam. Épp egy talános kérdés van, hogy milyen hiba van képen, hogy a
inkább, aztán ugye egy influencer bölgy pakolta ki a saját oldalára ilyen napi, hogy hívják, legyünk boldogok, mert tegyünk mindent az életében. Visszaadjuk magunkat, tök jó. Bejegyzése mellé, én egy kicsit elröntem magam, amikor megváltam. Nem ez vele semmit köbben? Hát különösebben megmondja, mi a probléma a képpel? A gond a képpel az, hogy ez az első kép. Ez a második. Ha megnézitek, itt van lépcső, és csak lefestették a házat. Az élet az, amit kihozol belőle. Hát az élet meg olyan, hogy lefestették fehérre. Gyerekek, fordítva van a két kép. Előbb van a festett kép, és utána van, utána lefeszelte valaki az egészet a francba. Szóval ennyit az idézetekről. Szóval. Na, szóval azért mondom, hogy kicsit nem visszahallatszom amúgy, Tomi, nálad. Na. Aha. De én a DC, ja a DC meg le vagyok némítva, várjál. Ja, szóljál, hogy na, akkor most már hallani fogsz. Bocsi. Ja, és akkor a játék inaktív, akkor megy el a hang. Mindjárt visszarakom. Csak nem visszhangozott Tony, és, vagy visszhangoztam nála, és azért lejjebb húztam. Visszaraktalak. Jó, ennek az lemaradt, hogy ezt meg le voltam némít, aztán nem raktam vissza. De válaszolta a kérdéseimre, és így nem tűnt fel. Na. Úgyhogy azért mondom, hogy ennyit a netes idézetekről, meg a netes baromságokról, mert az a, hogy is van ez a internetes idézetekkel az a probléma, hogy nem tudod, hogy valósak-e. Petőfi Sándor. Ugye? Tehát ez egy ilyen klasszik, és ez tényleg így van sajnos. És a képeknek sem, főleg most már az AI világában még annyira sem szabad hinni, de még AI sem kell ahhoz, hogy ne higgyünk. Tehát az emberek szeretik átverni a másikat, de úgy, és ez nem is a mostani internetes, meg a digitális világban. Már régen, amikor még filmre fotóztak, már akkor egy akkor átverés volt a fényképek. Előtte a festmények voltak átverések, ha belegondolunk. Ott volt a bárónő, lefestették, csodás hölgy, aztán hát néha már kiderült, hogy nem is volt annyira szép, de a festő ugye akkor nem húzták karóba, hogyha szépen festette le. Tehát, hogy a hazugság az mindig is ott volt. Szervusz, Balixan, szia, üdvözöllek. A belső szépséget festette meg, igen. Egy zacskó aranyért. Tehát, hogy nem azért mondom, hogy mindig ezekben mindig hazugság van, ezt ne felejtsük el. Tehát én sose felejtem, tehát én híreket, meg ilyen híradónak azóta nem hiszek, mióta egyszer nagyon fontos volt egy rendezvényen, hogy szereplünk-e a bármilyen nagyobb médiában, és azért végignéztem egy adott hírrel kapcsolatban minden médiának a beszámolóját, és fogtam a fejem egy gyerekek. Budapesten voltunk, ez nagyon sok évvel ezelőtt, ilyen 15 évvel ezelőtt párna csatáztunk, és az volt a feladatunk, hogy legyetek, hírezzétek a saját karotokat, úgyhogy mi a egyetemi kar részéről mentünk ki a párna csatára, egységes pólóba, és tényleg így próbáltuk, hogy hány videófelvételen vagyunk benne, és így végignéztem a nagy médiákat akkoriban, RTL, TV2, Duna TV, M1, meg ilyesmi. Hát gyerekek, már akkor azt mondtam, hogy ez az egész újságíró lét, ez a vicc kategória, hogy senki nem bírta egy helyes cikket összerakni arról, hogy mi is történt Budapesten, az fájt. Az az országos párncsata volt. Na most, nem emlékszem, melyik adó mit mondtak, de tudom, hogy voltak ilyenek, hogy párncsata volt a Budapest Deák Ferenc téren. Az emberek annyira ütötték egymást a párnákkal, hogy a tollak még a metró aluljáróba is lementek. Nem probléma, hogy a Vígadó téren voltunk. Csak kettő térrel voltunk arrébb. Tehát már nem sikerült a pontos helyszínt belülni. Párncsata volt több helyszínen Magyarországon.
legtöbben Debrecenben több mint 200-an ütötték egymást. Budapesten 1200-an voltak körülbelül. Ne foglalkozzunk vele. Tehát, hogy ott volt a hír, mondtak is róla valamit, de a teljes igazságot, és egy uborka szezon típusú hírről beszélgettünk, tehát nem arról van szó, hogy mi történt Orbán Viktorral. Tehát, hogy így... Szerinted a kasszagépzés írja, hogy történt, micsoda? Mindenre egy héten megeszik két darabot, tegyük fel, 2,000 darab, 1000 forint, és nem árul. Mi? Na ez most. Hazudol, mert a Newton mondta, ja? Belső szükséget festeteg. Amúgy a grill csirkés statisztika az úgy szól, hogy minden ember egy héten megeszik két darabot. Tegyük fel, 1,000 darab, 1000 forint, és nem árulnak felezve. A jó kis ország, igen. Fejinted a kasszagépet, és írja, hogy történt. Még a statisztika amúgy is egy érdekes dolog. Anyám mondta mindig azt, hogy bevegyünk a kocsmába, ketten. Tehát most te itt néző, meg én bevegyünk a kocsmába. Te kérsz 2 deci bort. Én 2 deci szódát. Statisztika szerint mind a ketten kis fröccsöt ittunk. Így van. Igen, lesz mint olvasni a Vikingnek, így van. Nem baj, az több ezren estek Orbán Viktornak párnákkal, volt, hogy téglával mások macskakövet töltötték meg őket a művelet előtt. Ez volt a mai cikk. Több száz fiatal esett egymásnak. Többet is ott hagytam, de nem a saját földünk, ennek jó lesz. Bélának jó lesz, fájtok, már lehet, hogy kész is van. Nem, még kell neki. Mindjárt elfogyik a mai munka. Ja? Hát a clickbait cikkek amúgy is egy vicc kategória. Szomszéd fűje mindig zöldebb, és a gazát többet hagyunk fönt a földön, tudjátok. Amúgy nem tudom ez hogy működik, de ugye 19-ben ha leszetted és ott hagytál valamit, majd rányomtál, hogy elfogadod a munkát, hogy kész a munka, akkor leszette az összeset, a maradékot. Tehát nem hagyta rajta a játék. Nem is tudom, ma volt valamilyen 18 ezer ember játszott egy meg nem jelent játékkal. Valami ilyesmi volt a címe. Hagyjuk. Amúgy az egész ilyen clickbait, én is láttam clickbaites címeket az streamben, én emlékszem, hogy voltak olyan stream címeim, ami tényleg arról szólt, hogy vonzunk be hülye címmel embereket, tehát, hogy én is csináltam ilyet, mert nem mondom, hogy nem. Nem azért Arena Breakout, ott van a Valve-nak a lövöldéje. Igen, a H3 az clickbait, igen. Mondjuk én nem tudom, tehát múltkor volt ugye a nagy hír, hogy a világ legjobb játéka a Half-Life 2-nek magyar szinkronja lett. Nem tudom, nekem számomra nem a világ legjobb játéka a Half-Life 3, de mindegy. Pedig... Vagy a kettő, de tényleg a kettőse, nekem nem a kettő, nem a világ legjobb játéka számomra a Half-Life, tehát most... Tényleg az epizód... A két DLC-vel, de nem tudom, minek hívják, kiegészítően nem játszottam, csak az alappal, de halálunalmas idő után. Tehát, hogy mész, tehát, hogy azért... Gyomlálás... Ja, összegyűjt.
meg is van. Mert csak egy törelgyezés van összvíz. Igen, Csuszka, nekem is ugyanez a véleményem. Volt olyan karakter, ami nagyon eltalálva, de valamelyik meg... Ne, ez miért kellett? Az nekem is ugyanez volt a véleményem róla, így belehallgattam a videóba. De mondom, az is egy ilyen... Szerintem tudom, hogy... Nekem nem, meg lehet engem nyugodtan kövezni, de csak akkor, hogyha már lehet, azt mondják, hogy lehet kövezni, addig nem kövezhettek meg. Szóval, de nem, nekem a Half-Life 2 az nem a világ legjobb játéka. Nem azt mondta, hogy rossz, de azért a világ legjobb játéka címtől szerintem azért messze van. Tehát... Én idén vagy tavaly játszottam végig, de nekem tetszett. Nem azt mondta, hogy figyelj, én is végigvittem a kettőt, tény a kiegészítőket nem vittem, epizód 1-be 2, azt hiszem úgy vannak a kiegészítők, azokat nem vittem végig, de az alapjátékot végigvittem, de nekem nem jött át, hogy a világ legjobb játéka. Ha már Valve és Source Motor, nekem például a Portál jobban átjött. Sztori szempontból. Sokkal jobb az egésznek a kialakítása. Azt még nem próbáltam kész, amikor nagyon akciós volt, azok csomagba vettem a teleportálon, vagy mi a neve, portálon. Lehet, hogy ki kell majd próbálnom. Amikor. Á. De ez is a legjobb film, legjobb, hogy hívják? Na, kész is van a hármas föld a trágyázással meg vagy. Igen. Hát... Azért nem nyomtam az X-et, azt hittem, hogy vezem veled azt is. Egy gyomlálással együtt néztem, hogy együtt. Tehát kész mondom, hogy jól van. Csuszka, tudod nekem a portálban mi tetszett? Nagyon a kooperatív része. Az nagyon jó. Nem tudom, azt próbáltad el. A portálnak vagy kooperatív része hatalmas. Vettél, hogy hívják, traktormosót? Igen. Ja, hát legyen tiszták a traktorok. Hát, ha majd lemosom. Ja, de meg hátra megtartja a feszüléket. Amit most vettem. Vettem a izét, mindjárt mondom a széna bálázott, nem bálázott. Ami szénát csinál a főből. Ja, igen, a szénaforgató. Igen. Abból elvileg a festék alig van már. És az miért? Szóval mi a helyzet, akkor nincs ott a festék? Mit kell csinálni? Szerintem csak ezték ki. Hát a szerelőnél újra kell festeni, a traktor azt nem 20 ezerbe kerülne. Hát annyira nem festünk újra traktort. Azért drága. Max akkor, ha van pénz. Na, lemostam. A rája, hogyha egy gereblét. Az nagyon jó a portál kópba. Ez csak a kettőnek van kópja, nem emlékszem már. Mercury tudja megmondani, hogy melyik volt jó. Na, akkor. Ja, itt van, látom. Itt van a... Ha látom, hogy a feketéről le van kópva a festék. Hát szarni vele. Nem szépségverseny. Mondjuk lemoshatnám a magozót is. Ennyi erővel, bár azt ezzel a kis trakival nem fogom elhúzni. Na. És akkor tolod a hatos földet? Igen. Csak most nem tudom benyomni a tempomatot. Miért nem? Nem tudom. Akarom nézni, hogy tárgyáz. Hát pont egy vonat kihagytam. Ezt újra csinálnom. Biztos, hogy nem láttam a trágyázás csíkodat. A sárgák azok a kövek. De ki lehet nyomni a... Rányomsz a színekre. Tudom, hogy ne látsz, hogy... Igen, látom. Ja, meg a megtrágyázás. Ki van kapcsolva a trágyázás nálam, azért nem látszódott. Na, hatossal meg. És akkor elmegyünk alukálni egyet? Hát, ha akár... Én már csak ezt tervezem, aztán én megyek. Ja, te mész. Igen. Szervusz, Zafi! Na akkor mi legyen? Aludjunk a játékba, vagy hagyjuk így, hogy menjen?
időben. Ebben te lentesz, Tony, te vagy inkább többet fent. Hát az eredet, hogy a holnap héten lenni sok munkát adok, a holnap tudnám megcsinálni, tudnánk megcsinálni, nem tudom, te mennyit tudnám most. Hát én még egy órát itt vagyok. Őzike is van, itt futkározik az őzike. Mennyi őzike van? Lezaválják a termést? Nem lehet elkapni? Nem tudtam. Tudok róla. Há, ráugrok! Meglovagollak! Gyerünk! Na, nem lehet. Na, beelőzöm. Elteleportált az őzike, gyerek. Nem, ott fut. Azt hittem, hogy elteleportált. Megy a gazdaság, igen, csak most éppen nincsen munka, úgyhogy azért kergetem itt az őzikéket. Ráérünk. Na, a vizen is tud úszni, futni az őz. Az nagyon, nagyon jó. Ez egy vízen járó őz. Hát megint nekről, hogy beterelni a vízbe. Az... Ah, nem fürdik. Hova lett? Elsüllyedt? Pont a játékból tudod, öreg néne őzik éje. Jézus őzképében. Mindig változott, hogy elütött a román traktor, de reggel 6-kor néni őzik-e. Nézzük meg, hogy őzik-e. Ja. Ne nézzük, hogy eltani. Ah, mindjárt kész is vagy. Na gyerekek, mi legyen? Aludjunk egyet, és menjen egy kis munka, vagy már ennyi a farmból, azt csináljunk valami mást. Döntsétek el, nézzük. Itt most mi nem tudunk nagyon semmit csinálni. Holnap még szüretelni nem fogunk tudni, holnap után van szüret. Hogy vagyunk? Ma van kedd, csütörtökön van szüret. Savazás legyen? Hát, gyerekek, lehet válogatni. A csütörtökön még talán, hát nem tudom, délután még lehet, hogy tudok is jönni egy kicsit szüretelni veled. Legyen savazás. Lehet Tarkov is, akár. Mitől hoztuk a traktorárát? Ennyi. Nincs valami jó akciós cuccunk, várja. Főnyírod, gondolkodok. Nem. Igen. Múltkor volt egy nagyon jó áron egy nagy traktor, 106 ezerért volt egy nagy traktor. Igen. Egy nagyon erős nagy traktor, és nem tudtam megvenni. Na hát, gyorsan akkor átváltunk Castra, és akkor mondom, mik között tudtok válogatni. Mi van telepítve? Tehát ez egy fontos dolog. Na, telepítve azt mondja, le tudunk tolni egy Arcade Paradise-t egy napot, az egy pont egy órába bele is férhet, az ment Tarkovba, vagy YouTube-on. Akkor favágózni tudunk egyet. Tudunk, hogy egy tarkovozni egyet. Mi van még itt? Valorant fönt van, de hogy minek, azt nem tudom. GTA fönt van, de hogy minek, azt nem tudom. Hát így hirtelen ezek vannak fönt, amiket itt tudunk tolni. Én a GTA több mostával kezdtem nyomni, de... Mit? GTA Story módot. A story mód az jó. Elindult. Na, írjunk ki. Vagyok bele. Egy órára már, körülbelül max egy órát vagyok még, mert még egy laptop itt fetreng nálam, és azt mondjuk be kéne fejezni. Úgyhogy az óra miatt egy órára már nem állok neki. De várjatok, mindjárt írunk ki egy szavazást, jó? Azt mondja, hogy szavazás kezelése, új szavazás. Itt vagyok a templok. Na, mi legyen még? Azt mondja, hogy...
Na jó, beírjam a vaslogot, beírom. De nem lesz hosszú. Igen, újrafestés 17.960. Na, 5 percetek lesz szavazni, jó? Favágó, az a Lumberjack dinaszti. Azt mindjárt eldöntik a nézők, hogy alszunk-e itt, és tolom tovább itt a farmot, vagy más lesz. Egyenlőség esetén én választok, csak szólok. A kettő közül, vagy három közül, attól függ mennyi van egyenlő. Ez mi ez a kérdőjel? Súgó menü. Meg lehet nézni közül beállításokat, hogy miket lehet itt még beállítani. Duda, motor. Második csőforgatás felfelé. Na, de nézzük meg, hogy látunk-e. Na, egyelőre vágjunk fát, öljünk szkevet, és nézzünk kutyákat. Egy-egy szavazattal vagyunk. Egyelőre úgy néz ki, Tony, hogy nem alszunk itt a játékban, hanem holnap lesz holnap, de vagy még eldől. Jó. Én is gyorsan letakarítom. Na, már van kettő vacsdog, de van kettő favágás is. Na, alakulunk. Váltóport, jelzőfénybe. Új, mik vannak itt? Reflektor, Ctrl F. Vannak figyelmeztető fények, képad. Na, ez mit tudna, várjál? Engem mindig az idét tárgatok a ZL akasz ki a rácsatlakoztatható sárga villogó. Ja, hol már? A számítógépre csatlakoztató. Ja, az. Hát figyelj. Kell valami a feeling. Indító. Igen, azt mondtad, indító kulcs. Na, még van egy körülbelül 2,5 percetek szavazni. Egyelőre 2 van arra, hogy vágjunk fát, és 2 arra, hogy... Picit hangos vagyok szerintem. 2 pedig arra, hogy nézzünk kutyákat. Na, kíváncsiak, mi lesz ennek a vége. Nem szoktam szavazást kiírni ilyenekre. Még a farmnak ilyenkor ez a lepörgetjük, akkor nincsen munka, akkor... Jelenleg nincs elérhető megbízás. Még nincsenek termelési területeid. De aztán valakinek van kedve csatlakozni Farming 22-höz. Kedvem támad kommandózozni. Megvettem a 2 remesztredet. Egyszerre akarok közdöntjönni. Most érzed nehéznek, vagy régebben volt könnyebb? Hát, szerintem most érzed nehezebbnek. Másképpen gondolkodtunk akkor. Tehát ne felejtsd, hogy a kommandózt, amikor csinálták, akkor maga a számítógépes játékban is más gondolkodásaink voltak, úgyhogy ebből a tekintetben már maga belegondolsz a menünek a kialakítása, mennyire nem kézenfekvő a mostani gondolat útján. A 3 szavazat van a favágásra. Még a farm után a favágás az jobban illik, az tény. Nem csak a strapavirobak, máshoz voltunk szokva. Most belegondolunk, az összes játék jobban kinyalja a seggünket. Már bocsánat a kifejezésért, de tényleg a játékok kinyalják a seggünket. Ott kaptál egy könyvet, de ugye hát általában a tört játékhoz nem volt könyvünk, úgyhogy neked kellett rájönni, hogy kell játszani. Ezt azért ne felejtsük el. Na, jó van, akkor én itt kilépek közben. Hello. Jó, itt vagy. Ja. Ja, még csak a játékban. Ja, tényleg időben vagyok. Igen. Akkor könnyebb volt játékot törni amúgy.
Hát nem felhő alapon mentek a játékok, azért volt könnyebb törni, meg nem volt annyi védelem se sok esetben. Ott nagyon sokszor ugye egy sima licensz kulcs volt, amit beprüntjögtél. Hát ugye, amikor a CD az megint más történet, ez nagyon sokszor egy flopin mentek meg ilyenek, tehát ott meg őszinte legyek, na, vágjunk fát három szavazattal, úgyhogy akkor megyünk fát vágni, gyorsan átirogatjuk a dolgokat. Azt mondja, hogy úgyis meg is vagyunk, kész. Flopiról. Hát a flopin is voltak lehetőségek, tehát sokkal egyszerűbb volt. Nem volt annyira összetett a egésznek a cucca. Mindjárt, beállítások, ki. Mindjárt csak ezt mindig át kell átgatni. Hát de azokat is lehetett, hogy hibjálkozni. Tehát meg lehetett oldani, na. Mondja, csak ez. Idióta ennek a Dynasty verziónak nagyon rossz a beállításai. Igen, beállítások, ablakos be, vissza, és akkor most lesz jó. Úgy van, na, megyünk Gamesra. Volt sokféle megoldás, mindig kitáltak valami hülyeséget, tehát... Ja, hol tartottunk? Pontok, 116 ezer, az kell nekünk. És van pénzünk, igen. Tehát elgondolom, még mindig... Hogy ez egy rossz a Steam? Mire gondolsz, hogy rossz a Steam? Na, Tony, te akkor mész pihenni? Igen, hát sziasztok, jó itt. Jó éjszakát neked, köszönöm szépen, hogy itt voltál, aztán dumcsizunk majd. Mert leszek máskor is. Jó van, hello, hello. Ez mindig szaggat így, ez... Jó. Ugye a Steam beállítás, akkor félrehallottam. Nem, a Steam nem rossz, hanem hogy ugye a felhő alapon azért másabb egy picit a leányzó fekvése. Na, most nem fog szaggatni, mert múltkor is beszaggatott. Nem értettem akkor se, hogy miért. Nekem különösen a Steamben nincsen bajom, azon kívül, hogy néhány helyen lapától vannak a kódrészek, és ez miért biztonsági részekkel van tele. Micsoda, perelik a Steamet, mert hogy letolja, ahogy hívják ott, konkurenciát, vagy mi? Bozótvágó munka, mennyi az idő? 15 óra 13. Bozótvágó munkára elmenjünk még. Javítási munka, meg bozótvágó munka. Milyen küldetés? Kérnek John-t, hogy tanítson meg horgászni. Hol van John? Ott van John. Ja, most horgászni megyünk. Megyünk horgászni. Jó. Hát, de ezen mit kell most perelni? Mindenki tudja, hogy jobb a Steam, tehát, hogy... Na hát, maximum arra, hogy kihasználva az versenyelőnyét, túl nagy százalékot vesz le. Azért lehetne perelni. Már azért elég nagy százalékot vesz le a játék készítőktől a Steam, azt hozzá kell tenni, tehát azért... Úgyhogy egy letöltési szervert ad nekik sok esetben, meg egy reklámfelületet, azért a 30-40 százalék egy kicsit sok szerintem.
Az én véleményem. És ott azt mondani, hogy te kihasználja a Steam a versenyelőnyét a többi hasonló kereskedelmi platformmal szemben. Hát ez várható volt, tehát hogy... Azért nagyon sok játék a Steamen. Ugye ezért vannak például a... hogy Epicnek ugye... a Unreal Engine miatt olyan játékok, amik csak náluk van meg. Hát akkor ugye olcsóbb vagy kevesebb az Unreal Engine használata? Nem is tudom, hogy van. Szóval aki ért hozzá, azt tudja mondani. Az Afi lehet, hogy jól ismeri ezeket a dolgokat, de... De vagy ott ha nem viszed ki a platformról, akkor... És nem akkora nagy játékot csinálsz, tehát olyan akkora bevételű játékot, akkor azt hiszem ingyen használt az Unreal Engine-t, ugye? De ezt már nem tudom. Sosem néztem ennek utána. Hello, sir. How are you? What do you want? I hear you're a fisherman. Is that correct? Maybe. Why? Perhaps you could teach me how to be a better fisherman. Teach you? Ha, just look at you. No way I would ever teach a city boy like you. Ilyen városi fiút, mint te. No means no. Goodbye and don't bother me ever again. I get enough chit-chat from my wife all day long. Even she would never talk me into teaching you. No way. Na mit csináljak? Mondjad, mit csináljak? Beszéljünk a feleségével. Hi there. Tehenet szeretnék vásárolni. Vegyünk tehenet. Perhaps more than one. Do you have any for sale? Sure. How many do you need? We'll deliver to your farm. Mennyibe kerül egy tehén? Vegyünk meg mindent. 9 darab tehenünk lehet, szuper lesz, 9 darab tehenünk, vagy a pénz. Én úgy tudom, hogy elég hatalmas vételék mindenkinek ingyen van. You don't say. And I'm just looking for some hired help. Great. What needs to be done? See that forest over there, by the rocks? It would make a perfect meadow for my sheep, were it not for the dead trees and bushes. I need it cut clean, bushes and trees. Then I need the logs stored by the house. Agreed? Consider it done. Super, kész is leszünk. Hátra lévő fák. Na, akkor fát fogunk vágni. Az a terület. Én úgy emlékszem, hogy csak akkor ingyenes, hogyha az Epic-en maradsz, de mondom, nagyon néztem utána, tehát hogy... De csak a bevételtől számít? Nem számít a licensz? Vagy hogy hol értékesíted? De mondom, lehet, hogy tévedtem. De ugye mondjuk vannak Epic-en ugye Unreal Engine-es játékok, amik ugye csak ott vásárolhatóak meg. Lehetőleg emlékeim szerint az Epic az kevesebbet is kér a ott kereskedett dolgaiért, tehát nem mindegy, nem tudom. Fákat nem lehetne elvinni. Nagyon jó farakásokat tudnék belőle csinálni. Na vágjuk a fákat akkor. Bocs, csak a fűrészport belement az orromba. Ott egy gólya. De ne felejtsük, a Steamnek is vannak hasonló dolgai, mint az Unreal. Nem engine, de azért ott is lehet használni dolgokat. Igen, és az Epic-en is, Epic-et is perlik, mert a Google, Apple, Microsoft helyeken, ha veszel, akkor hogy micsodát, akkor ott
levesz 30%-et, és ezt valahogy feltüntették. Ezek, hogy vedd meg. Azt nem vágom. Mindenki perel mindenkit. Az, ugye most azért vannak a perek, mert mindegyiknek szar van a palacsintában, kevés a bevétel, sok a kiadás, és nem ezen változtatnak, hanem perelgetik egymást. Pont ugyanaz, mint amikor a államkasszában hiány van, akkor sokkal több mindenre kezdenek el büntetni. Gyors hajtás, meg a többi, meg a többi. Ez pont ugyanez a dolog. Itt perelgetik egymást. Hát, ha másnak eleve elfogy a lovetta. A bokrokat is ki kéne vágni. Aha. Birka legelő lesz itt. Ja, értem. Tehát, hogy ha playbe veszednek, akkor drágább a tudsz. Ne az epic, ne bukjanak a... Hát persze, mert ugye leszedik a pénzt. Ezt is ki kell vágni. Ez nem egy döglött fa. Azért kérdem. Hol van még egy fa? Ezt a tény nem közölheti, Istenem. De amúgy is ezek a jogi hercehurcák, amúgy is nekem a... Már bocsánat, de hülyét kapok tőle. Éppen látok egy pert jelenleg, ami... A szó, amit használtak a szerződésbe, az nem azt jelenti teljes mértékben, úgyhogy ez miatt perelnek 3 millióra egy sok éven keresztül menő szolgáltatásért gyerekek. Ez ilyen tipikus jogi herceurca. Megkapta az ügyfél a szolgáltatást, de ő most, na mindegy. Ezt én ilyen, egy ilyen jogi herceurcának érzem, tehát, hogy semmi másról nem szól, mint nyerünk egy kis pénzt azért, mert valaki egy más szót írt oda, amit mi másképpen tudunk értelmezni. Értem, hogy szükség van jogászokra, csak nem az ilyen dolgokban. Na, bocsánat, erről ennyi a véleményem. Mert van a dolgok, amiket igenis át kell beszélni, de meg kell oldani, de mindegy. Amikor az egész arról szól, hogy hogy basszom át a másikat, akkor azt én nem tartom korrektnek. De úgy, hogy a magyar jogom is egy vicc kategória, tehát hogy nézzük csak a fényképezést. Csoportképet készíthetsz külön engedély nélkül. Mi számít csoportképnek? Hivatalos meghatározása vagy félhivatalos meghatározása? A képre hirtelen ránézve nem tud megmondani, hány ember van rajta. Csoportosan elkövetett garázaság 3 főtől van. BTK. Na most akkor mi a csoport? Nem tudja meghatározni a jog egyértelműen a csoportot. Az egyik fele azt mondja, hogy hirtelen ránézve a képre nem tudom, de hogy hány fő, a másik meg azt mondja, hogy 3 fő. Akkor most mennyi? Mindig van egy fa valahol. De nem, ez csak a fának a lombja. Melyik fát nem vágtam ki? Ah, ott azt. Ja.
mindenhol, csak figyelni kell a láncfűrészre. Nekem is most joggal van bajom. Hogy tudok úgy közölni egy cikket lisztekről, hogy nem összehasonlításnak számít. Amúgy van egy sztorim, majd elmesélem, ha végigment a gondolatmenet. Ja, nagyjából befejezte a gondolatmenetet. De hogy érted azt, hogy nem számít összehasonlításnak? Mert jogilag nem hasonlítod össze a liszteket, vagy mi? Milyen jogalapon nem lehet összehasonlítani, nem értem, hogy ott mi a gond. Jaj, még érted? Jó, bocsánat, azt nem láttam. Igen, bár dönthetnek, igen. Mindenki tud szóval, ezeket a cégeket közötti pereket nem szabad amúgy foglalkozni. A Sony beperelte a Sony-t, az egyik része a cégnek versenyeknek az uglói bi... Hát igen, ezek a perek, ezek nagyon sokszor csak az, hogy benne legyenek amúgy a hírekben, ezt se felejtsük el, hogy nagyon sokszor ennyiről szól. Ez is egy hírérték. Még öt bokrot keresünk. Most nem vettem a fölötte lévő. Négy bokrot keresünk, ott van egy, három bokrot, na. Kettőt. Még egy bokor kell. Megvagy. Alvás étel, jó. És akkor most mondja, hogy... El kell vagdosni. Ez a horgászás, ez macerás, úgy látom. Kezdjük el behordani szerintem, várjatok. Köszönöm, hogy szétdarabolta, és ott maradtak az egy darabkák. Vágból azt keresgéltem. Na. Hova kell vinni oda? Na, ott nem lesznek hevített viták. A tények vannak, a cégek állandóan lopnak már szélted, és most vagy sikerül megnyerni pert, vagy nem. Szóval a Klapka György hagyományos mosópora. Az összes reklám régen, ez a csoda mosópor sokkal hatékonyabb, mint a hagyományos mosópor. Igen. Igen, igen, megvan. Biztos szétperelte? Nekem az nem rémlik, hogy szétperelte volna. Mosópor reklám, de drágább, ezt nem tudom. A YouTube-os videó, amit most rakott össze valaki, az azért óvatosan. Rakvány nyugodtan küldje, nem az csak, amit mondtam, tudjátok jól, idézetek, az a baj velük, hogy sosem tudhatjuk, hogy ki mondta. Petőfi Sándor. Szóval... Á, jó, csak nem mindegy, azért mondom, hogy ez óvatosan kell bánni sajnos. De dobd be, nyugodtan. A farmos az amúgy jobban átjött, őszinte legyek. Az nem volt meg, hogy ezek a legdrágábbak. De miért nem reklámidőt veszünk? Hol számít a termék?
Csak azért már alapból ezért fura nekem. A reklámidőt másodpercre veszi az ember a tévében. És ugyanis, hogy csak felkapta, tehát hogy a perelésnek is csak kamu volt a perelés, tehát hogy ha volt, az nem vész, hogy vérkomolyra vette, hanem csak azért, hogy bekerüljön a médiába. De nem a per volt a lényeg, tehát nem azért perelt, hogy nyerjen. Úgyhogy nem fog nyerni. Túl éhes vagy. Mi? 60-as kaján vagyok, bakker. Jó, hát Klapkának amúgy is. Vámház körül 9 vagy 8. Tudjuk jól. 9, azaz. Pedig hány éve nem hallottuk? Szóval azért nagy koponya volt az öreg. Jó, hát ő még tipikusan az a fajta vállalkozó, ahol nagyon jó gondolkodása volt ő neki, tehát, hogy jól csinálta. Hát de mai napig megy a autóreklám. Hogy vesznek egy autót is, kiállnak. Nyugati pályaudvarnál ott van a... Nem tudom. Őszintén én nem jöttem rá, hogy ez... Tehát annak a reklámja azért rossz, mert ott van rajta a neve, hogy Atrium, nem tudom mi. És múltkor vettem szó, hogy ez egy kávézó. Eddig azt hittem, hogy valami ruha volt. Tehát ilyen szempontból tök jött az autó, és látod, és hallod, hogy látod a nevét, de hogyha azt sem tudod, hogy miről szól, akkor ez egy szar reklám már, bocsánat. Tehát azért... Marketingesek elfedkeznek egy-kettő apróságról, például, hogy a reklámja az elmondja, hogy mit is reklámoz. Ha nem mondja a reklám, csak egy márkát akarsz megismertetni, az nem biztos, hogy előrébb vagy. Tehát, hogy most oké, tudom, hogy Atrium nem tudom micsoda, de én nekem tényleg nem esett le. Hogy a, mi nem tudom, hogy ez most kávézó, vagy ez most egy ruhabolt, vagy mi? Mert annyira nem érdekel engem, hogy oda menjek és megnézzem, tehát hogy ezt hozzá kell tenni, pedig hetente kétszer elmegyek mellette. Ezt szerintem az egy rossz reklám, hogyha ha nem mozgat meg, hogy oda menjek. Is lehetett van fát keresni, aha. Jobb eger gomba is lehet keresni a fát, tök jó. Arra múltkor nem jöttem rá. Hallod, tegyél fel róla a képet, mert fogalmas nincs, miről van szó. Furcsa csövek a ház oldalába. Most lemaradtam, milyen furcsa csövek, milyen ház oldalába?
Ja, tudom melyik, tudom, panelház, jó, megvan, nem raktam föl képet. Elfelejtkeztem róla. Na, megkeresem. Túl fáradt vagy, 60-as alvás, hát menj a bubánatba. Ez viszont annyira 60-as fáradtságnál, aludj egy kicsit az ágyban, vagy csak ülj le a tűz mellé és pihenj. 60-as fáradtságnál nehogy már eldobja. Na majd megkeresem neked, hol van egy rohadt tűz. Ülj le a tűz mellé, csak sehol egy rohadt tűz. Házunknál van tűz. Nem a nyugatiba, nem a keletibnél van, nyugatinál. Ami átrium valami. Nyugati sarkán van. De mindjárt rákeresek, úgyis le kell ülni a tűz mellé kicsit, hogy azt hiszem, hogy van egy tűzünk, bár lehet, hogy tévedek. Nem olyan láttam még. Ami homokozó van. Állj itt a tűz. Ülj le a padra. De gyorsan megkeressük. Atrium Fashion City and Hotel. Ez egy bevásárlóközpont. Hát őszinte legyek, arra nem gondoltam volna, hogy ez egy bevásárlóközpontnak a reklámja. És ott van a kint ilyen mini... Szerbusz, Hatucsi asszony. Minden rendben, éppen voltunk, hogy hívják, fönt a farmon, megcsináltunk minden munkát. Jól tetted, jól tetted. Aztán most arról beszélgetünk, hogy milyen reklám a jó, vagy milyen reklám a rossz. Na, üljél le a padra, dolgozzál, úgy pihenygessél. Hogy vagy? Mennyi az idő? Miért nem írja ki, hogy hány óra van? 66-os alvásnál már az emberke elfárad. Így van, ennek örülünk nagyon. Remélem, már hallottam a jó hírt, úgyhogy azért nem reagálok rá. Hoztam, de igen. Vírusos torokgyulladás? Az nem hangzik annyira jól. Akkor jobbulás neked is. Nem tudom, hogy van-e Frey Café. Azt nem tudom. Én nem merem megnézni a cikkeket, mire felújítják nyugatit. A metró két irányba hosszításra kerül, meg az aluljáróba. Semmi nem történt a nyugatiba. Milyen felújítás történt a nyugatiba? Egy nyugatiba volt valami felújítás, hát... Győzelem!
Győzelem. Néhány fát még itt gyorsan elviszegetjük, amíg van energia az emberkének. Lebukott egy emberünk Alaszkában. Kár érte. Kiváló ügynök volt. Így van. Az a fa is kiváló volt. Kár volt kivágni amúgy. Azt mondta, csaj, hogy döglött fákat kell kivágni. Hát nézzétek meg, milyen szép fatörzseket hozunk ide folyamatosan. Átvert minket. Nem baj, a horgászat ért mindent. Most fölkaptuk, jó. Hogy pörgetjük a kezünkbe azt a farönköt. Még 14 darab farönköt kell elhozni. Nem, sok pikpak meg vagyunk. Zöld. Szatucsi asszonyként írjam föl, jó. Mindjárt várjál. Na. Várjál csak helyet. Kicsit a gyerek összefirkált a táblát, ne foglalkozzunk vele. Meg én is írtam rá. Későre fog csak kiférni, bocsánat. Jó lesz? Úgy. Ne aprózzam el. Nem tudom, mennyire látszik. Na nem tudom, zsiráf éppen kitakarja, amit írtam. Mindjárt megnézzük. Hát most elkezdték elbontani a felüljárót? Én nem tudom, mindjárt megnézzük, nagyba várjatok, hogy mi látszik ebből. Ez a kameraképpen pont semmi nem látszik, mert csak a gameson látszik. Azon mi látszik. Úgyhogy mozdítunk erre a kamerán, és akkor jobban fog. Hogy? Na, most így elvileg látszódik. Nem aprózom el, nem szokásom. Hát alapban ilyen kicsi kamera képen annyira nem, meg a zöld, az amúgy sem annyira tűnik ki. Jaj, azt a villamos dolgot, azt én is hallottam. A Váci megy végig. Váci, azt hiszem, igen. Ott van. Azért látszódik. Pont hol fogunk beszélgetni a pontbeváltás dolgairól, hogy mit is lehetne, vagy érdemes csinálni pontbeváltás tekintetében. Ez az a holnap reggel témánk. Még csak a pályázatot írták ki, a kiírás szerint fizikai befejezési határidő 27. december 31. Ugye, alapból a felüljárók elbontását nem értem Budapesten. Tehát, hogy felül- és aluljárókat mind elbontjuk, és egy szintre hozó a közlekedést. Gyerekek! Anna a szocializmusok kitalálták, hogy két több szintre kell vinni a közlekedést, mert egy szinten nem férünk el. Ezek után visszavisszük egy szintre, miközben több, nagyobb a forgalom, mint volt akkoriban. Zsiráfos kulcs tartott tudsz, hogy hívják, szerintem csak zsiráfot nem tudsz venni. Csak kulcs tartott. Elfelé pikpak összejön. Meg lesz majd kitűző is, ha minden igaz. Hát... Ramaty állapotban, és akkor lebontjuk, az... Na, tehát nem tartom megoldásnak.
De összejön a speakpak. Hát karban kell tartani. De jó, csak közben nincs a forgalom megállt. Tehát most akkor mi lesz büdös Budapest? Tehát most attól még, hogy a hajléktalanok nem tudnak aluljáróba húgyozni, majd akkor felszínen fognak most. Előrébb lettünk? Nem, csak máshol lesz a húgy. Tehát áthelyeztük a problémát. Rendben. Szép estét, vigyázz magadra, köszönöm, hogy itt voltál. Tehát ez pont olyan, mint a nincsenek hajléktalanok Budapesten, kitoloncoltuk őket. Nem oldottuk meg a problémát, hajléktalanság kérdését, csak nem látjuk. Most ez a nem kell aluljáró, mert büdös, majd felül lesz büdös. Tehát, hogy ez megint nem probléma megoldás. Szervusz, Griglug. A szociális háló készítése kéne, nem hogy hívják, aluljáró betűnésével nem tudnak húgyozni. Vagy oda húgyozni. Tehát, hogy... Mi a helyzet, Griglug? Hogy vagy? Éppen cipeljük a fákat. Oké, csak közben Budapest áll. Tehát, hogy... Lúhúgyardát mindenhova? Igen. Nem, de tényleg, tehát, hogy a Blahán is, hogy megcsinálták a felújítást, hogy a felszínre fölvitték a zebrát. Oké, értem, fölvittük felszínre a zebrát. Elfogadom részben, bár nem annyira, mert azért mindenhol meg lehetett közvetlenül a zebrával, hogyha a mozgáskorlátozottakról beszélgetünk. De bakker, ha 5 méterrel arrébb rakja azokat a rohadt zebrákat, akkor nem döglik meg a Blaha. 5 méter, gyerekek, 5 méter. Ó, Griglú. Hát akkor... Ó, pihi. Melyikre gondolsz ott? Mert mindig zebrát, talán ami párhuzamos volt a körúttal és a Astoria felé van, ott volt a legmesszebbi zebra, a legközelebbi. Összes többinél amúgy 40 méteren belül volt egy zebra. Tehát azért annyira egyik sem volt létfontosság. Miközben egy aluljáró van alatta, tehát hogy... Bocsánat, tehát nekem gyerekem van. Például én azzal számolok, a gyerekkel kell valamit közösen csinálnom, hogy tovább tart. Most én szerintem, ha valaki mozgáskorlátozott, akkor ő azt megszokta, hogy többet kell mennie, mert nincs mindenhol ott minden. Azt, hogy elzavartam bulizni, kilőttem a pulyákat, és most harapom a párzsit kiflivel. jól csinálod. Így kell ezt. Party hard. És hogy a streamet néz, a legjobb kombó szerintem. Kellnél több. Még 7 fát ide kell hoznom. Melyik, kinek nem jó, melyik, mi? Ez a felvétel jó. Én tudom, hogy nem csak egy útról van szó, én tudom, hogy nehéz közlekedni, félre ne értsél, nem azt mondom, hogy ne foglalkozzanak velük, csak közben a város bedöglik. Amúgy azok a zebrák szerintem alkalmatlanok a mozgáskorlátozottaknak a áthaladására, mert olyan hülyén vannak a váltások, hogy... Tudom, hogy sokan dolgoznak, én nem is azt mondtam, hogy ne, meg ne egy út, meg... De bakker, azért... Gondoljunk már bele, hogy egy város fő csomópontját, nem azért csinálták, tehát
kurvára nem ebbe gondolkodott a városvezetés, hogy most a mozgáskorlátozottaknak 40 méterrel kevesebbet kell mennie. Már elnézést, de kurvára nem ebbe gondolkodtak. Idióta módon terveznek dolgokat, erről szól az egész. Senki nem foglalkozik semmivel. Amúgy azok az úttesti cuccok emlékeim szerint nincsenek is megsüllyesztve. Bár nem tudom, mert nem szoktam annyira foglalkozni ezekkel mostanában, de nagyon sok esetben nem ilyenekről szólnak ezek, hanem annyiról, hogy csőlátásuk van. Előjárókat nem lebontani kéne, hanem felújítani. Értem, hogy szarállapotban van. Miért tudták? Efe, egy rakat dolgot lehetne a BKK, illetve Budapest közlekedésében szinte pénz nélkül segíteni. Csak gondolkodni kéne hozzá, és nem politizálgatni. Ennyi. Tehát megint túl fát, azt a három fát bakker, most már elvisszük. Megyünk haza. Elmegyük akkor is, most már megoldjuk. Csak, tehát figyelj, most akkor a én őszinte leszek, szoktam járni a Blahán, még egyszer sem láttam mozgáskorlátozott embert ott átkelni. Ellenben autókat látok, és bocsánat, nem vagyok autós ember. Félre ne értsetek, nem? Arról van szó, hogy fú, mert én autóval lassabban haladok. Csak amikor látom, hogy a város bedöglik, mert szarul vannak megcsinálva, akkor bocsánat. Azt nem teljesen értem. Nagyon sok dolgot meg lehetne csinálni tényleg fillérekből úgy, hogy jobb legyen, de hát nem erről szól náluk. Gondolkodni nem. Meg azért ne felejtsük el, ne a kisebbségért gyilkoljunk le a többségnek a dolgait. Ez sem egy jó gondolatmenet, már bocsánat. De ezt csak én mondom így. Lehet engem ezért szidni, és semmi bajom nincs a mozgáskorlátozottakkal. De amúgy nagyon balesetveszélyes lett ez a zebra ráadásul, tehát az meg a másik fele, hogy konkrétan balesetveszélyes. Mind a bringásoknak, mind a gyalogosoknak. Még lehet, hogy így generálnak még egy pár mozgáskorlátozottat, és akkor problém megoldva lesz, aki használja. Micsoda. Az nem tudom most melyik ott a piacnál. Mexikói út felé megy piros lámpana. Bocsánat, én nem vagyok autópárti, én rühellem, hogy ennyi autó van. Tehát csak azzal, hogy a zebrákkal balesetveszélyes körzeteket csinálnak, nem oldják meg az sok autó problémáját, más kell csinálni arra. Job is done. I'm here for my reward. Unfortunately, one of my sheep got scared of the noise and ran away. Can you find a nénikért az elszakadt birka. I'm so afraid she might be hurt. Jaj, szegény csingilingi. Find her and bring her home. Jó, megkeressük. Okay. I will look for your sheep. Please hurry. She must be terrified. De annyira nem ismerem ott, hogy lett felújítva. Nem sokat járok ott a piac környékén. Igen, báránypörkölt lesz, de hol zenél a bárányunk? Nagy csomó. Látok. Vássak is valamit. Szedünk közben egy kis gombát, mert azt mondják, hogy ez finom. Ott többen szar lesz birket keresni. A zajtól megijedt a báránya. Hát ez nem az. Ezek őzek.
erre ott van a körúti bringasáv, ugye, ami ellen az autósok nagyon ágáltak, na most azért hozzá kell tenni, hogy sose jutott senki eszébe, hogy akkor a parkolósávot kéne elbontani, és akkor az autósnak lesz még egyszer sávjuk. Ja, de hát akkor nem tudom parkolni se, hát az nem jó nekik. De ilyen parkoló is, de azért tudjanak közlekedni is, és ne legyenek útba senkinek. Tehát azért ezeken elgondolkodok néha. Mindent is akarnak. Épp parkolóknak is felszámolták. Hát nem is nagyon volt soha. Meg sorra szűnnek meg a normális vonatok, Gyál meg Pest között. Hát, normális vonat. 50 éve nem is tudom, hogy létezik egy normális vonat. Nagyon, nagyon zajong itt valaki. Ezek mindig ahogy hívják, akkor lesznek szarvasok, mi? Vaddisznó. Ágva a bárányunk. Na, vigyük vissza. Mennyi busz a vonat, két pillanat busz meg... Hát igen. You are a real hero. Thank you so much for saving Tinkerbell. Chingling it. Money for the forest and some extra bonus for Tinkerbell. Thank you. Akkor meg... I hear you saved my wife's sheep. Matter of fact, I did. Maybe you're not so much of a city boy after all. Ah, come on. Don't give me that look. Let's go fishing instead. Follow me. Menjünk horgászni. Ott van, fussunk, de az legalább fut és nem sétál. Na, végre valaki, aki fut. Futunk horgászni. 2200 euró, szuper. Nem 2500-ról volt szó amúgy. Beszéljünk Johnnal. Hát mondjuk eddig futhatna gyorsabban is, remélem, hogy... John igazán kedvelt téged, ő az biztos jó nekem. Miért bannolnálak ki? Tehát most attól, hogy valaki velem nem ért egyet, még kéne egyetem bántani. Hát pont a, figyelj, egy vitának a célja nem a veszekedés. Kettő nem ugyanaz. A vita az, hogy én elmondom, hogy szerintem mi miért, te elmondod, hogy szerinted mi miért, és valamelyikünk lehet, hogy megtér, vagy mondhatnánk bárhogy, tehát hogy belátja, hogy igen, a másnak is igaza van, vagy részigaza van. Tehát, hogy attól, hogy valakivel nem értek egyet, nem kell bántani. Ez mi akkor a hülyeség lenne, már bocsánat, killer? Hát. És most nem az, hogy jaj, már nem lesz néző, nem, ez nekem tök totál emberi dolog, hogy fut, úristen. Van ember, akivel nem lehet vitatkozni, ezt hozzá kell tenni. Tehát azért... Múltkor, mikor jeleztem az egyik cégnél, hogy hát a 16 megabit, ami van nekik, teljes cégre egy kicsit gyér, és nem nagyon tud a szolgáltató mást hozni, úgyhogy a Jettelnek az Office csomagját ki kell próbálni, ami 5G. Majd megszólalt a tulajdonosnak az anyja, hogy 5G-t ide ne hozzatok! Na, ő az a típusú ember, akivel nem lehet vitázni ővele. Amikor megmondod azoknak az embereknek, hogy mi az az 5G, és közled velük, hogy a wifi is 5G, és akkor a fejét fogja, és akkor azért fáj a fejem, csak ezt nem tudja, hogy az 5G az másik 5G, de mindegy. Szoktam rajogni. Volt már ilyen. A Telekom, mióta a Telekom kihozta az új routert, ami 5G-s, azóta fáj a fejem minden éjszaka, és nem tudok aludni. Volt ilyen mondat mástól. Na, beszélgess. És így közöltem vele, hogy az az 5G, az egy másik 5G, bocs, keverted. De nem, ugye ő nekik az 5G mobil internettel, vagy a mobillal van a gondjuk, nem az 5G, 5 GHz-es wifi-vel, de fogalmuk nincs, de 5G-nek hívjuk mind a kettőt, akkor 5G, hát az baj, hát az 5G az nem jó, hát csak azt tudják, hogy mi micsoda. Szóval azért mondom, hogy ezek az emberek, akikkel például vitázni nem lehet. Mert te megpróbálod elmagyarázni, és nem is hallgatja végig. Ő akármi fejed tetejére állsz, sem fogja elfogadni, hogy tévedett valamiben. Na, mutasd meg, hogy kell. Ja. Új.
Igen. De kaptunk. Ott van. Különleges halakat foghatunk. Alufólia sapka, hát. Én amúgy azt szoktam mondani, hogyha már technológia itt van, akkor használjuk ki, de nem tudom, ki emlékszik még arra, amikor bejöttek a mobiltelefonok. Mobiltelefon. Túl sokat használod, agyrákot kapsz. Ne tartsd a zsebedbe, mert herrákot kapsz. Én őszinte leszek, szerintem manapság már majdnem mindenkinek a zsebébe ott van a mobiltelefon. Néha a fején is ott van a mobiltelefon, de most a bluetoothos kütyüket is hordunk a fejünkön, tehát nem mindegy. És én azért nem hallottam híreket arról, hogy herrák, illetve az agyrák tömegesen jelent volna meg az emberiség körében. De lehet, hogy tényleg. Igen, igen, pontosan. De ugye ezek tényleg mentek főleg, és ugye ez még tipikusan az a technokratás időszak volt, amikor még a technológia az tényleg nagyon-nagyon gyerekcipőben járt. Jó, nem a telefon, az akkumulátor robban, a szar technológia, de őszintén azok mikor robbantak most 5 évvel vagy 8 évvel ezelőtt? Nem akkor, mikor ezek mentek. Jó, mondjuk azért az se úgy robbant föl, hogy fogod, hoppá, fölrobbant, azért elkezdett melegedni. Azért, hogyha valaki nem veszi észre, hogy a kezében izzik a telefon, és nem dobja el, az ez nem úgy robbant föl, hogy 20 fokos volt, és felrobbant. Azok elkezdtek melegedni, húposodni. Tudjátok, hány akkumulátort vettem ki mobiltelefonokból, amik így el voltak rakva lakásokba, hogy hát ezt még elrakom, mert jó lesz valahova, és úgy föl volt puposodva az akkumulátor, ugye csak a védelem miatt nem robbant szét. Azok olyan tűzeszélyes dolgok, és rakat embernek ott vannak a régi mobiltelefonok a szekrénybe rak, hogy hát, ha még jó lesz, 10 éve ezelőtti buta telefonok, mire, bakker, mire, arra, hogy tűzeszélyes legyen a lakásodban. Semmi másra nem jók. Hát a mikroállamú sütővel kapcsolatban ugye volt egyszer egy... Nem tudom, hogy beszél. Jó, mennem kell. Jó, hogy látsz. Én is leseggelt. Így van. De el is kell vinni őket, tehát, hogy... Na gyerekek, készlet ez is. Joe, mindjárt azért én inkább elmondta, hogy kösz, inkább lépek. Ezt. Legább lettek teheneink. És azt néztem, hogy John az nagyon el, mint lámpák. Jó irányba megyünk. Dihidrogénmonoxid van a csövekben, evakuáció. Így van. Hát az veszélyes. Gondolj bele, hogy hány ember hal meg benne. Hát lehet, hogy belógatta volna. Azt nem tudom kizárni. Hogy kell oda mennünk? Balra, jobbra. Jó. Sarnő mértékegység? Az mi? Azt nem ismerem. $5,000 kezelik a akkumulátort, az szép. Annyit elhozod és elviszed a szelektív hulladék udvarra az akkumulátorokba. Ez a rádió mennyiséget mutatja, hogy mit sugároz le. Nem hallottam meg erről a SAR nevű mértékegységről.
De mondom, azért belegondolunk, tényleg erre ment a riogatás, hogy hererákot kapunk, ne tartsuk a farmer zsebbe a telefont, és azért őszinte leszek. Én amennyi férfi a nadrág zsebébe hordja a telefon, azért arányaiban lehetséges, hogy okoz, de olyan kis százalékban, hogy azért nem ütötte át a küszöböt. Bár egy régi kedvenc képem, amit a 15. kerület újpalotai egyik liftreklámon fotóztam, az következő volt: ma minden második ember meghal szív- és érrendszeri betegségbe. Azért a marketinges azt tud fogalmazni. Tehát ma feleződik az emberiség. Reméljük, hogy ez a plakátot holnap leszedik, mert akkor nagyon gyorsan fogyatkozni fogunk. Feledési idő eléggé ott van. Csak elírásra, jó, azt mondod? Na igen, az a üzem. Most tudunk venni az üzemanyagot, az egy jó dolog lesz. Nézzük meg a teheneinket. Elvileg ide hozták a teheneket. Megnézzük ennek a víz. Az még jól áll. Hol vannak a bocik? Látok ott a csirkeol. Itt vannak a bociaink. Meg tudom fejni? Nem, majd csak holnap tudom őket megfejni. Holnap a bocit is fejünk, gyerekek. Olyan sokat kivettük. Ó, nem megyünk abba a liftbe be. Minden második ember, vagy csak a második van száll ki. Szia, Pipi. Majd látom, nincsen tojás. Jó van. Elmegyünk aludni, gyorsan megfejjük még a tehenet egy karikába, meg a tojást összeszedjük, aztán... De mára ennyi volt, mert nekem meg kell csinálni még egy grafikát. Be kéne fejezni egy laptopot, és holnap reggel én viszem a gyereket korán bölcsibe, úgyhogy korai kelés lesz. Meg én őszintén annyira nem preferálom. Nem vagyok egy korán kelő, tudtam a kötelező is, szóval a tesztelik belül és külső. Ja, eladtam mindent, azért üres az a fiaház. Kellett a pénz lóvéra. Nem, kivágtam egy fát a játék legelején, nem kellett volna, és mínusz 1500 euró volt a jutalmam, úgyhogy mondjuk úgy, hogy a játék, ahogy meg volt tervezve, hogy hogy fogsz haladni, az egy kicsit másképpen haladt, úgyhogy... Amúgy volt benne minden bútor, bár eléggé romosak voltak, de... De hát még nagyon az elején vagyok a játéknak, hiába nem tudom, ez a hányadik része. De amúgy a Farming Dynasty az nekem jobban bejött. Az a facipelgetés annyira nem átjövős számomra. Na gyertek, bocik, meg fejlek titeket is. Lehet újakat venni. Lehet majd nem is venni, mi gyártjuk majd a bútorokat egy idő után. Tehát mi fogjuk majd gyártani a bútorokat. De ebből a szempontból tök sok lehetőség van. Tanácsikával nem találkoztam, nagy autó van, de most azért autóval odamászni, meg hát nem tudta, hogy azért megyek oda. Tehát még azt nem tudtam, hogy fát fogunk ott pakolászni, megvágni. Ja, azért mentünk oda, hogy horgászatot megtanuljuk. Ugye még a sztori küldetéseket csináljuk még mindig. Ezt most megnézem, ez a... Bocsánat, csak megnézek ezt a linket, hogy mit küldött.
IKEA visszahívja a Made in India feliratú utazóbögréket. Jó, hát de figyelj, ezért kellnek a vizsgálatok, nincs ez a baj. Mohu meglepőt a palacitváltás iránti fokozott érkezés. Jó, hát... Hát káposztaléja, hogy anyám mondta annó. Hogy ilyen hülyeségeket csináltam gyerekként, akkor mindig azt mondta anyám, hogy mi van a fejembe, káposztalé. Igen, túl hirtelen jött a hó, tudjuk. Igaz, hogy 4 napja mondták, hogy hó lesz, de a MÁV nem készült föl, mert nem számolt azzal, hogy télen hó lesz. Vagy a közút, nem is tudom, melyik volt. Az igen. Na, most hát tudunk sűrtetteget. Van tojásunk is. Na. Akkor milyen küldetésünk van? Megtalálhatunk főzni. Na, mehetünk főzni. Séfek séfje. Ez az a következő. Elgurulunk odáig kocsival. Aztán utána akkor tényleg utca neki gópihi. Ilyen szép kerékfüstünk van. Azt mondja, jobbra, balra és nagyon sokáig egyenesen. Jó, hát itt a Mohu próbálkozik azzal, hogy valahogy szépítse a dolgokat, de hát ez egyenesen megyünk, jó. Az alaprendszer el van rontva. Oda spónolt elénk. Jó lesz ez, nem lesz ezzel gond előbb-utóbb, csak miért kell fél évig szívni a lakosságnak, mert hülyék vannak ott. Tehát nekem az a bajom ez az egésszel. Nem magával a rendszerrel van a gondom, mert részben megértem, részben nem, hogy kell, de ugye ezt nem is a Mohu találta ki. A másik gondolom amúgy az, hogy oké, mivel flakonok visszakerülnek, és mennyi csomagolási műanyag hulladék van, úristen gyerekek. És ki jön elém, bakker? Na, ezt kipróbáljuk. Hol a telefonom? Most tudom, hol a telefonom. Lahán vagyok? Vigyázzak, azt mondod? Itt mondtál csillag, kettős kereszt, 07, kettős kereszt? Nem írja ki. Csak mondom. Nem írja ki. Nekem a kedvencem, hogy van olyan gép, ami úgy kezdi, hogy húzd be a cuccot. Nem, tényleg, hát mutatom. Gondolom tárcsázóba. Kell beírni. Csillag, kettős kereszt, 07, kettős kereszt. Ja, várj, most bent vagy telefonszám. Tehát csillag, kettős kereszt, 07, kettős kereszt, és kiveszi. Tehát, amit nem írtam volna semmit. Ennyim nem? Ugye ez már tárcsázó, tehát hogy ez már csak egy program. Ha a tárcsázó nincsen felkészítve rá, akkor nem írja ki. Ha a hívást nyomtam rá, akkor meg berakt az utolsó hívott számnak a számát beírásba. Na, hátod? Neked milyen telefonod van, killer?
Nekem Xiaomi. Azon nem megy. Ezt a szanott butafon. Viszi GPS 4G. Felettük az autót egy kicsit. Foglalkozatok ilyen hülyeségekkel. Na, itt tudunk megfőzni. Mit szeret? Hello, my name is Camilla. Foods, beverages, happy marriages. Can I help you? Sure. I'm new around these parts, trying to breathe some life into that lumber mill down south. I was wondering if we could talk about that log transporter over there. Oh, that. Not sure I can help you with that. What do you mean? Well, it's nothing to write home about, is it? Got it from Carson. He was getting married here in my place, but he didn't really have the money, so he offered me this and I thought, what the heck? And it's been rusting away ever since. Not the best business decision on my part, but I wanted to help him out, so. So you won't mind if we bargain? I sorely need wheels, but I'm not exactly rich. And I sorely need supplies for my wedding house. I'm the best cook around, but even the best cooks cannot do much without fresh ingredients, right? Okay, so what do you need? Not much, really, not much. Let me think. Hadd gondolkozok. 100 üveg tejre, 100 tojás. This should be enough for the time being. Maybe I could throw in some lessons in advanced cooking techniques. What do you think? That's quite a lot, but I could really use this transporter. Okay, deal. All right. And please hurry. Na mindjárt nézzük az e-mailt. Kipróbáljuk. Csillag 2062-es kereszt. Azt kiírta. Azt egyből kidobta. Imei ICCID, MSISDN, Imei 2, sorozatszám. Azt egyből. Almát most én hol szedjek? Már adta akkor az összes almát. Megettünk minden almát. Jó, hát almát kell szerezni. Tojást is most főztük be, a 98 tojást, úgyhogy... Nem baj, pár nap múlva meg lesz ez is. Lesz akkor egy röngszállítónk, gyerekek. A tárcsázó az tudja ezeket, csak akkor nem kötelező ezek szerint. Na jó, még hazabotorkálunk, akkor majd nem kell most dolgozni. Amik ez jó, mert legalább nem egyformák, ha küldik, most hozzunk ilyen cuccokat, mint a gombát kellett szednünk. Ilyen szempont nem olyan rosszak, hogy vannak ilyen változatos küldetések. Nem bánom. Bár nem látom, hogy miből fogunk mi pénzt termelni. Arra nem jöttem rá. Meg hol veszünk a marháknak gabonát például? Újra megyünk amúgy. Ha. Csak közben nem láttam a DC-t, hogy ott mi van. Na jó van, gyerekek, én lassan elköszönök. Bedobtam fotók közé, rendben. Meglesem majd meg azt a linket is, amit küldtél.
lassan nézzük mindjárt egy raid áldozatot, akinek van ember, aki ezt szívesen raidelne, akkor az nyugodtan dobja be. Ugye a szokásos kötelező követés ne legyen rajta. Aztán nagyjából ennyi, ami meg magyar nyelvű. Ezeket szoktam kérni. Hát a almafák még nem növelik a almát, úgyhogy összedem, mert idegesített. Ennek kell víz. Egy kis víz neki. Milyen jó leszhetik az összes almafára, az összes almát. Most kell nekünk, de hát nincs. Veszünk még kaptárakat. Az mindig jól jön. Raktunk már valahova. Nincs, hogy benne méz. Nincs, jó van. Na gyerekek, nyomunk egy mentést. Talán majd jövő héten folytatjuk. Nincs most... jó van, nekem se nagyon, úgyhogy... Na, visszaváltunk ide. Gyorsan megnézem én is, hogy nálam van-e valaki. Azt mondja, csatorna rédelése. Hát DZ-s csatorna van, de az DZ, az nem ide való. Jó, ez nem nyert. Akkor nézzünk magyar nyelvet. Ugye fel, hogyha gyorsan nem találok, akkor nem keresgélünk. Első ránézésre nincs. Jó van, gyerekek. Akkor ma este is réd nélkül maradunk. Találkozunk legközelebb holnap reggel 8:42-kor, amikor a csatornapontokról fogunk beszélni, Zafi, csak szólok. Mutka ugye elmaradt az a beszélgetés, mert elvittétek a témát, amit nem bántam, de most arról fogunk beszélgetni. Legalábbis megpróbálunk a csatornapontokról, és hogy szerintem én miket tapasztaltam eddig, úgyhogy erről fogunk holnap beszélgetni terveink szerint 8:42-kor. Jó éjszakát nektek, vigyázzatokra. Hello. És jön az outro. Hello. And we could just fade away until we're all right. And we could just fade away into each other's lives.